azzal jössz hozzám, hogy elhízol a szénhidráttól, akkor... Próbálom terelni a dolgokat. Miért mosod magad össze a versenyzőkkel? Szerinted hétfőn tudja a tested, hogy mit fogsz edzeni szerdán? Megettél véletlenül nem 2000 kalóriát, amennyi elő volt írva, hanem 2200-at. Az aminosavak mindig elérhetők a testnek, mert ha nem így lenne, akkor az első nap, amikor nem találtunk élelmet a vadonba, kipusztult volna az emberiség. Sziasztok sportársak, üdvözöllek titeket a mai videóban. A mai vendégem Nyakas Sándor, aki többek között testépítő, online coach, youtuber, a Diet Gains csatornát menedzseli, illetve ezen a néven van Instagramon is. Egyébként a videó leírásában eléritek majd az ő YouTube csatornáját, illetve az Instagram profilját is. Valamint Angliában él, és már nagyon hosszú idő óta dolgozik magánápolóként is. Jogász és edző, tehát minden téren szakavatott és jártas. Amiről ma beszélni fogunk, az többek között a testépítés, edzés, étkezés. Egyébként az egyes témakörökhöz majd meglátjátok, a videó leírásában lesznek időbélyegek. A mai videó természetesen egy podcast jellegű videó lesz, úgyhogy ha gondoljátok, akkor edzés közben, kardiózás közben, vasalás közben hallgathatjátok, úgyhogy nem kell a képernyőre szegeződni. Azt kell még Nyakas Sándorról tudni, Sanyiról, hogy cica tulajdonos, boldog cica tulajdonos, kettő cicája is van, vagy mondjuk inkább úgy, hogy a cicák megengedik, hogy velük élj. Hogyha valaki cica tulajdonos... Ez így van. Egyébként nekem is van két cicám, azért kettő, mert nem engedem Sanyinak, hogy lecicázzon, vagy túlcicázzon. Üdvözöllek, Sanyi! Nagyon örülök, hogy össze tudtuk hozni ezt a beszélgetést, és izgatottan várom az egyes témakörökkel kapcsolatban a véleményedet. Meglátjuk, hát próbálom valamilyen szinten moderálni magam, de egy szó megütött a fülem, ahogy mondtad, hogy youtuber. Megmondom őszintén, ezen gondolkoztam már egy picit, hogy honnan számítasz youtubernek vagy influencernek? Tehát mi határozza meg szerinted, hogy youtuber vagy influencer vagy, mert megkaptam ezt már én is többször, de eddig úgy voltam vele, hogy határozottan elutasítom ezt a jelzőt, hogy influencer vagy az, hogy youtuber, de hogy ezt mi határozza meg, a feliratkozók száma, vagy a követők száma, nem tudom igazából, honnan számít valaki youtubernek. Ez egy nagyon érdekes kérdés. A második részre, az influencerre van egy válaszom, de szeretnék először a youtuber részre reagálni. Nem tudom, mert ez szerintem mindenkinek a fejében egy kicsikét más. Tehát én is mondom magamról, hogy mondjuk youtuber, de javarészt a munka nagy része, amit csinálok, az nem a YouTube-bal van összefüggésben. Tehát nem tudom. Viszont az biztos, hogy influencer vagy, azért is, mert rám hatással voltak a videóid, meg valószínűleg a jövőben is lesz. Egyébként ezzel kapcsolatban én úgy akadtam rá a videódra. Egyébként elárulom így a kulisszák mögött, hogy Sanyival mi már beszélgettünk egy kicsikét itt a videó előtt, és elmondtam neki, hogy én úgy akadtam rá a videóra, hogy egy követő az én videóm alá belinkelte a te videódat egy bizonyos témakörrel kapcsolatban, és megnéztem, és láttam, hogy hát igen, ő végül is igaza van, érti, hogy miről beszél, aztán jött a következő videó, és nem árulok el nagy titkot azzal kapcsolatban, hogy nekem az edzésemre egy-két gyakorlatnál hatással voltál egyes gyakorlatokra, mert sikerült úgy gondolom javítani egyes technikán, vagy kipróbálni pár dolgot, és én magam is éreztem, hogy valószínűleg ez jobb, és én is úgy csinálom. Például Instagramon is posztoltam egyszer a kábeles egykezes lehúzást paddal, ami azóta is csinálok, és szerintem egy tök jó gyakorlat. Úgyhogy azt a részét, hogy influencer vagy, azt szerintem nem lehet letagadni, mert tudom azt, hogy nem csak rám vagy hatással, meg a videóid, hanem sok más emberre is. És én úgy vélem, hogy az amit csinálsz, a munkásságod, nem csak a YouTube-on, hanem az Instagramon, a tartalmak, amiket gyártasz, a kérdések, amikre válaszolsz, én úgy gondolom, hogy ezek hiánypontló dolgok, és én úgy gondolom, hogy ennek igenis van létjogosultsága. És nekem annó, mivel annó én a BBTV-n nőttem fel, nekem ez a feeling jön át a videóidból, és erre jön még rá egy jó nagy réteg, vagy jó vastag réteg science-based hozzáállás, tehát a tudományos
alapokra fektetve ezt az egészet. Valamint még az is tetszik, hogy te is nagy hangsúlyt fektetsz arra az egészre, hogy ha bár te ezt az életstílust éled már 20 vagy nem tudom 30 éve, te is koncentrálsz arra, hogy oké, ez egy sport, ez jobbá teszi az életünket, az egészséges életmód, stb. De nem szabad, hogy ez túlnőjön rajtunk. Tehát ezt az életünkbe kell beleültetnünk, ezt a sportot, hogy segítse az életünket, és hogy jobbá tegye az életünket, és nem, hogy úgymond megnyomorítsa. Tehát ne ez legyen az elsődleges szempont, hogyha valaki hobbi sportoló, hanem igen, élvezzük a sportot, élvezzük az életet, élvezzük a diétát, de ha arról van szó, akkor együnk meg egy fagyit, vagy iktassunk bele az étrendünkbe olyan ételeket, amiket szívesen eszünk. Pontosan így van, mert én azt vettem észre, hogy a legfőbb problémák egyike az, hogy az emberek egyszerűen nem bírják felismerni, hogy mit jelent a genetika. Tehát furcsa módon senkit nem hallasz a sarokba pityeregni, hogy Jézusom, nem lettem 2 méter magas, úgyhogy nem leszek jó kosaras. Hanem ezek az emberek, akik mondjuk 160-170 centisek, ugyanúgy kimennek hétvégén a haverokkal kosarazni, de mégsem hisztiznek, hogy nem leszek NB1-es versenyző. Vagy hogyha te, mit tudom én, 2 méter magas vagy, akkor biztosan nem leszel autóversenyző, akármit csinálsz, vagy pilóta, de ez nem jelenti azt, hogy nem vehetsz magadnak egy gyors kocsit, vagy nem mehetsz ki hétvégén gokartozni Mária Pócsra, vagy mit tudom hova. Tehát meg lehet ezt csinálni, de nem leszel versenyző, mert nincs meg hozzá a genetikád, és nem értem, hogy az emberek miért nem tudják realizálni, hogy a testépítés ugyanolyan sport, mint a többi. Vagy megvan hozzá a genetikád, vagy nincs. És ha nincs, és a többségnek nincs, akkor az nem azt jelenti, hogy nem lehet végezni a sportot, nem lehet eljárni az edzőterembe, nem lehet testépítőként élni, de nem leszel testépítő versenyző, az nem ugyanaz, és ezt fel kellene ismerni, hogy ha neked a testépítő fizikumhoz gyógyszereket kell szedni, akkor nincs meg hozzá a genetikád. Ez ilyen egyszerű. Bárki, aki versenyezni tud, az gyógyszerek nélkül is testépítőnek néznek ki. És ezt nem értik meg az emberek, hogy kontextusba kell gondolkodni, testépítőként lehet élni, én is ezt csinálom majdnem 30 éve, minden áldott nap, de nincs meg a genetikám versenyezni, és azért nem fogok versenyezni, és bármennyire is furcsa, nem sírdogálok éjszakánként, hogy nem tudok versenyezni, meg se fordul a fejembe, hogy akkor gyógyszereket kéne használni sokkal többet, mert én mindig azt mondom, hogy ha nulla gyógyszer, vagy egy nagyon kevés gyógyszer nem csinál belőle testépítőt, akkor a sok sem fog belőle testépítőt csinálni, és borzalmasan elszomorít, hogy minden nap látom, persze magam körül, meg az interneten is, de a klienseimen keresztül is sajnos azt, hogy olyan gyógyszer használat ma már az alap, ami 20 évvel ezelőtt extrémnek számított volna, miközben a fizikumok, tudom, hogy ez relatív, de az én értékeim szerint teljes mértékben nulla. Tehát nem, hogy testépítőnek nem néznek ki, hanem sokan még úgy sem néznek ki, hogy egyáltalán eljárnak edzeni. És azért az már elgondolkodtató, ha jobban belegondol az ember, hogy még gyógyszerekkel sem nézek ki testépítőnek, hogyan akarnék kinézni jó testépítőnek, vagy hogyan akarnék kinézni versenyző testépítőnek. Nyilván sehogy nem fogsz. És az elsődleges célom az ez lett volna az egész csatornával, hogy realizáljuk már, hogy ez is csak ugyanolyan sport, mint a többi. Ha nincs meg a genetikád, akkor az nem azt jelenti, hogy nem kell testépítőnként élni, csak azt jelenti, hogy az elvárásokat a realitáshoz kéne egy kicsit igazítani. Uh-huh. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha még úgy se tudsz kinézni, mint én, akkor ez nem a te sportod, és az nem azt jelenti, hogy nem kell csinálni, csak ez azt jelenti, hogy akkor egy kicsit talán a prioritást át kell gondolni az életedben, és amikor emberek ilyenekkel jönnek, tudod, hogy ja, Istenem, nem tudok elmenni holnap, vagy egy hétig, vagy nyaralni megyek, és hogyan diétázok, és így mondom, édes Istenem, 365 napod van arra, hogy testépítőként élj. Mindig meg szoktam kérdezni egyébként, hogy hány hétre van a Vista Olimpia verseny, ahol nyilvánvalóan esélyekkel fogsz indulni, mert ha nem, akkor mi a francot számít neked egy hét nyaralás, vagy egy kimaradt étkezés, vagy akár egy kimaradt edzés, nyilván semmit. De hát oda kell szólni néha az embereknek, hogy realizálják a saját maguk abszurditását néha. Ami egyébként magyarázat is sokszor a stílusomra, de hát ez egy másik téma. Egyébként igen, tök jó. Én láttam azt a videót, amit ezzel kapcsolatban készítettél, hogy
nyaraljak, hogyan oldjam meg a diétát, és teljesen egyet tudok vele érteni, tehát sehogy, élvez. Tehát nekem például ezzel kapcsolatban, csak azért, hogy így próbáljuk egy kicsikét reálisabb képet festeni erről az egészről, nekem most van egy olyan sorozatom YouTube-on, amiben bemutatom, hogy egy szálkásítás körülbelül hogy néz ki, mikre figyelek, mit csinálok, stb. És egyébként ennél a szálkásításnál szerintem olyan lazán állok hozzá, ahogy még sehogy az életemben. Csak azért hozzáteszem, hogy úgymond én képernyő előtt vagyok, tehát hogyha valamit rosszul csinálok, vagy nem tudom, vagy valami, akkor azt mindenki látja. És annak dacára, hogy mondjuk másnak nem jelent a sport ennyit az életében, mint mondjuk nekem, és próbál magához képest jó eredményeket elérni. Ezzel is csak azt akarom szemléltetni, hogy például hétvégente szülinapozás, eszem tortát, vagy például múlt hétvégén Berlin mellett voltunk a Tropical Island-nél, ettem ez a frozen jogurtot, vagy akármit, amit megkívántam, észre. Tehát nem túlettem magam, annyit ettem, amennyi jól esett. És csak ezt is így beleteszem, hogy szálkásítás alatt vagyok, de hogyha egy hetes blokkban megvan ugyanúgy a kalória deficit, akkor tök jó. És egyébként, amit én észrevettem magamon, az, hogy ez nekem mentálisan olyan örömet nyújt. Egyrészt, tehát ahogy a klienseimnél is megtörténik néha, hogy mit tudom én, diétáznak mondjuk 4 hetet, 6 hetet, 2 hónapot, de úgy, hogy tényleg A-tól Z-ig mindent betartanak, és írnak nekem, hogy hát mit tudom én, hétvégén ott voltak a haverok, lecsúszott ez az amaz, és akkor mit csináljak? Hát figyelj, jól esett, amit ettél? Igen, jól esett. Jól érzed magad? Igen, igen. De hát akkor örülj neki. Tehát ettél egy jót, ott voltak a haverok, vagy mit tudom én, vagy a családoddal voltál valahol, ünnepeltetek, és a következő valószínűleg 2-3 napon olyan rohadt jó fog menni az edzés, hogy az valami hihetetlen, mert annyi plusz energiád lesz a plusz kalóriáktól, és hogyha utána figyelünk a kalóriákra, egy hét alatt, egy hetes blokk alatt, hogyha nézed, ugyanott leszel, ahol előtte voltál. Tehát egy hétre, hogyha beosztod ezt az egészet, akkor ez gyakorlatilag egy töltés volt. Tehát tudod, a legeslegfőbb célom az egészen az, hogy az emberek próbáljanak meg valahogy kontextusba gondolkodni, és például, ahogy mondtad is most ugye ezt a kalóriadeficitet, én is most ugye nekem is másfél-két hete ért véget ugye a diétám, és lefogytam vagy 20-21-22 kilót, mindegy, nem is az a lényeg, hanem minden héten volt csalókaja, de még maga a csalókaja kifejezéstől is rosszul vagyok, mert a csalókaja kifejezés az gyakorlatilag azt az üzenetet közvetíti számodra, hogy te megszekted a diétádat. De mivel én tudom, hogy minden héten lesz csalókajám, és bele van számolva, ezért ez a része a tervnek, tehát utálom csalókajának hívni. Ez tervezett, ez be van tervezve. Nyilván az egyszerűség és az érthetőség kedvéért én is csalókajának hívom a csalókaját, meg hogyha leírom, tudod, edzéstervbe, akkor én ezt a szót használom, hogy csalókaja, de mindig idézőjelbe rakom, mert mivel tervezzük, ezért nem csalás. Na mindegy, ez csak ilyen terminológusról van szó, de például, ahogy mondtad is, sokan úgy gondolkodnak, tudod, hogy esznek valamit, ami esetleg nincs benne a tervbe, vagy pluszba esznek valamennyi mennyiséget, ami nincs benne a tervbe, és akkor oda a diéta. És mindig a fejemet fogom ilyenkor, na jó, figyelj, fél kiló, egy kilót fogysz hetente. Az körülbelül egy 500 kalóriás deficit naponta. Megettél véletlenül nem 2000 kalóriát, amennyi elő volt írva, hanem 2200-at, úristen. Na most akkor gondolkozzunk közösen. Lenulláztad-e a deficitet, vagy csak kisebb lett a deficit annyival? Nem nullázod le azt a tetves deficitet, csak kicsit kisebb lesz. És az ilyen csaló napok vagy csaló étkezések beiktatása most reálisan nézve lassítja a diétát? Persze, hogy lassítja. De ugyanakkor meg elviselhetővé és élhetővé teszi, de persze ez is egyéni preferencia, meg ugye sok mindentől függ, de hogyha az átlagembert nézzük, aki nem időre diétázik, és választanod kell, hogy 12 hetet diétázol, és idegösszeomlás kapsz, és nem csalsz, és végigcsinálod, mint egy őrült, és a végén olyan szinten kimerülsz mentálisan, hogy ahogy vége a diétának, 3 perc múlva elkezdesz zabálni, és az év hátralévő részébe próbálod bepótolni, és effektíve ugyanúgy elhízol egy fél év múlva, vagy legyen 6 hónap a diéta, legyen minden 3-4 hét után 1 hét diet break, legyen minden héten egy csalókaja, legyen nagyon-nagyon extrém magas a szénhidrát, alacsony a zsír, hogy könnyebb legyen elviselni,
és csináljuk így 5 hónapig. Hosszabb lesz a diétán? Egyértelmű. De olyan 80%-kal lesz körülbelül könnyebb és elviselhetőbb, élhetőbb lesz, flexibilisebb lesz, és sokkal kisebb eséllyel fogsz utána kompenzálni és visszahízni. De persze ez is most mondhatná mindenki, hogy hát persze, hogy a második verzió sokkal jobban hangzik, de nem feltétlenül, mert ha mondjuk versenyző vagy, és időre megy a dolog, akkor mindjárt borul az egész, mert ha időre megy a dolog, akkor nem az a prioritás, hogy te jól érezd magad a diéta alatt, hanem az, hogy kész legyél a dátumra. Tehát ezt a mentalitást próbálom átadni én is a klienseimnek, hogy figyelj, időre megy a dolog? Mert ha nem, akkor máshogy csináljuk. Ha időre megy a dolog, akkor nem érdekel, ha szenvedsz, de ilyen még nem nagyon volt, mert annak ellenére, hogy vannak ugye versenyzőim, de azért ezt is be lehet kalkulálni. Most, hogyha valakinek időre megy a dolog, akkor hamarabb kell elkezdeni diétázni. De ez ennyire végtelenül egyszerű. Nagyon, nagyon ritka és extrém az a körülmény, amikor félre lehet tenni ugye azt, hogy mennyire visel meg a dolog, félre lehet tenni ugye az elviselhetőséget és az élhetőséget, és egyedül az eredmény számít. Ez nagyon ritka. Példának én egyik mindig Milos Szarcsevet szoktam felhozni, akinek van egy nagyon jó mondása, miszerint maximalizálni az eredményt, az nem ugyanaz, mint optimalizálni. Uh-huh. És nekem ez nagyon tetszik. Ha optimalizálni akarom az eredményt, akkor figyelembe kell vennem az egyén hozzáállását, életmódját, céljait, egészségét, és legfőképpen pedig az egyén mentális egészségét. Ha maximalizálni akarom az eredményeket, akkor ezek nem számítanak. Mert ahogy én külön választom ugye a két dolgot, én úgy vagyok vele, hogy nyaktól lefele van a fiziológia, vagy biológia, és nyaktól felfele pedig van a pszichológia, amihez én nem értek. Ha csak a fiziológiát nézzük, akkor leírsz egy tervet az alapján, ami neked jónak tűnik, és nem igazán érdekel a kliens visszajelzése, mert úgy vagyok vele, ezt kell csinálni, ez működik, ezt fogjuk csinálni. De nem gépek vagyunk, és szerintem kizárólag a versenyzők azok, akiknek ezt a részt nyaktól felfele kiszabad kapcsolni. Mert nekik azt számít, hogy X dátumra készen legyenek, és most az, hogy mennyire szenvednek előtte 2 héttel, kit érdekel. Most egy versenyző 2 héttel versenyőt hiába mondja, hogy megeszem ezt a muffint, hogy jobban érezzem magam holnap, hogyha emiatt nem leszel első, csak harmadik, akkor talán annyira nem jó ötlet. De egy átlagember ugyanebben a helyzetben hozza azt a döntést meg, hogy megeszi azt a tetves muffint, mert lehet, hogy jövő hét péntekre nem lesz csúcsformába, hanem majd csúcsformába lesz 2 nap múlva. Tök mindegy. Egy versenyzőnél nem mindegy. Tehát én úgy szoktam mindig csinálni, hogy megnézzük, mi kell ahhoz, hogy a fiziológia rész rendben legyen, de én nagyon sokat foglalkozok a nyaktól felfele lévő résszel is, mert átlag emberekről van szó. Nagyon ritkán adódik olyan lehetőségem a coachingba, hogy mondjuk Ronnie Coleman-t edzem, vagy mit tudom én, tehát érted, mit akarok mondani? Igen. Oda más mentalitás kell, oda más eszközök kellenek, más hozzáállás, de itt az emberek 0,1%-áról beszélünk, tehát nagyon sokan összemossák magukat a versenyzőkkel, és nekem ez a fő problémám. Miért mosod magad össze a versenyzőkkel? Nem értem. Persze értem azt, hogy maguk a versenyzők is elmossák a határt saját maguk és az átlagember között, ugye a reklámokkal, meg a termékekkel, meg a satöbbivel, meg úgy egyáltalán azzal a procedúrával, ahogy ők felkészülnek egy versenyre, és nem hangsúlyozzák, hogy ez csak nekik szükséges. Tehát egy nagyon jó példa, nem kérdezted, de felhozom gyorsan, mondjuk az éjgyomros kardió. Igen. Most mi tudjuk, nem kérdeztelek meg, de tudom, hogy tudod, hogy az éjgyomros kardió nem jobb, mint a sima kardió, mert nem. Teljesen mindegy. És mégis minden versenyző, vagyis hát egyre kevesebben, de még mindig nagyon sok versenyző ragaszkodik ehhez a hülyeséghez, hogy reggeli éjgyomros kardió. De, ez nem jelent azt, hogy tévednek. Egyáltalán nem tévednek a versenyzők, és nekünk is igazunk van. Hogy lehet ez? Ha az a kérdés, hogy az éjgyomros kardió több zsírt égette el, mint a reggeli utáni kardió, akkor a válasz az, hogy nem, egyértelműen nem, persze, hogy nem. Viszont, ha beletesszük a képbe azt, hogy mondjuk hipotetikusan, teljesen csak feltételezzük azt, hogy mondjuk esetleg inzulint és növekedési hormont használsz mondjuk a kardió előtt. Egy alternatív valóságban tegyük fel, hogy ez néha megtörténik, akkor
ez a kettő gyógyszer kombinációja el tudja valóban érni azt, hogy először is ugye a növekedési hormon megemeli a vércukrodat, az inzulin elszállítja ezt a vércukrot, alacsony lesz a vércukrod, sokkal alacsonyabb, mint amilyen egyébként lenne, ha csak simán felébrednél éjgyomorra, mert egyébként, ha éjgyomorra ébredsz fel, sem alacsony a vércukrod, de ezt hagyjuk, de ezen gyógyszerek kombinációjának a használatával kardió előtt valóban alacsony vércukrot fogsz elérni, és a test jobban fogja tudni mobilizálni a zsírraktárakat. De enélkül a kis koktél nélkül a dolog nem ér semmit, csak ez nem szokott elhangzani. Mert a versenyzők vagy nem tudják, vagy fel sem merül bennük, hogy az éjgyomros kardió emiatt működik nekik jobban. De hát nekünk ez nem opció. Másik. Bocsánat, csak ezzel kapcsolatban gyakran beszélünk így meg úgy zsírégetésről, meg stb. És a fogyásnál, meg a szálkásításnál, speciális esetben. Én mindig azt mondom, hogy ne zsírégetésbe gondolkodjunk, hanem energiafelhasználásban. Tehát az, hogy milyen eredményt kapsz, lehet, hogy itt most szénhidrátot használsz, lehet, hogy itt most zsírt használsz, stb. Arra koncentráljunk, hogy használjunk föl több energiát, kreáljunk egy kalóriadeficitet, és nézzük meg, hogy milyen eredményt kapunk. Tehát tök mindegy, hogy milyen. Tehát a dr. Lane Norton szokott, ezt többször elmondta, hogy mit tudom én, hogyha valakinek magas zsíros a diétája, alacsony szénhidrátos, akkor több zsírt éget. Persze, hogy azt, mert azt eszel, hát mit használna föl energiának, hogyha egyszerűen azt eszel, de akkor az... Az emberek nem is gondolnak bele, hogy az emberi faj gyakorlatilag az egyetlen olyan élő lény, amelyik a bolygó minden pontján meg tud élni, és ez azért van, mert mi mindenhez tudunk alkalmazkodni. Ha te semmi más nem eszel, csak fehérjét, akkor a fehérjét fogod égetni energiaforrásként, tehát effektíve, ha csinálnának rajtad egy vizsgálatot, akkor a fehérjét égetnéd a legnagyobb mértékben. Ha zsírt eszel, akkor a zsíroxidáció lesz a legmagasabb. Ha szénhidrátot eszel, akkor meg a glikogén oxidáció lesz a legmagasabb, ilyen egyszerű. És ráadásul az éjgyomros kardióra is visszatérve, teljes mértékben jelentéktelen, hogy adott intervallumban mit égetsz, mert az a lényeg, hogy 24 órában mit égetsz. De az emberek ezt sem tudják, hogy ha megnézzük azt, hogy mondjuk egy egyórás intervallumban éjgyomros kardiónál valóban több zsírt égetsz. Korrekt. Csak a nap másik hátralévő 23 órájában pedig emiatt kevesebbet. Tehát nem vagy vele semmivel sem előrébb, de hát ugye itt jön képbe az, amikor képbe kell ugye venni az intervallumot is. Mert lehet, hogy abban az egy órában előnyösebb ugye éjgyomorra kardiózni, de ha 24 órában nézzük, akkor már teljesen jelentéktelen az egész. Ugyanez igaz egyébként az ilyen dolgokra is, mint például a bukásig edzés, hogy ha azt nézzük, hogy A alany minden edzésen bukásig edz, B alany minden edzésen bukástól megáll 2-3 ismétlésre, akkor egy hónap alatt a bukásig edző alanyunk valószínűleg jobban fog fejlődni. Korrekt. 2 hónap alatt már valószínűleg ugyanott lesznek. 12 hónap alatt már az lesz előrébb, aki nem edz bukásig, ugyanis aki nem edz bukásig, az nem sérül meg, és nem fog kiégni, és nem lesz túledzés. Nem kell periodizálni úgy az edzést, mint a másik esetben, mert aki mindig bukásig edz, az ugye az olyan, mint amikor az autódat padlógázzal vezeted egyesbe. Előbb-utóbb nyilván tönkre megy a motor, ez van. De egyesben nyilván jobban gyorsul a kocsi, mint ha én hármasba indulok el vele. Tehát az első 100 méteren te fogsz nyerni, de 10 kilométeren már én, mert te nem jutsz el odáig egyesbe. Ez a különbség. És az edzés ugyanez, de ha ezeket a dolgokat nem faktoráljuk, akkor nagyon könnyű félrevezetni az embereket ilyen dolgokkal, hogy orvérzésig kell edzeni, meg éjgyomorra kell kardiózni, meg Jézus Isten, edzés után turmixot kell inni, mert jaj Istenem, az is ugyanilyen dolog, ha megnézzük a fehérje szintézis mértékét ugye az anabolikus ablakban, ami amúgy nem is létezik, akkor láthatjuk, hogy a glikogén raktározás, glikogén retenció és a fehérje szintézis az edzés utáni fél órában fokozottabb. Ja, de az edzés utáni 2 órában is, meg 4 órában is, meg 8 órában is, meg egészen addig fokozott, amíg nem eszel eleget. Tehát semmi értelme nincsen edzés után azonnal enni, mert ha 2 órával edzés után eszel, akkor majd 2 órával edzés után lesz feltöltve a glikogénraktárad. Nem értem ezen a glikogénraktár feltöltésen állandóan az emberek pánikolnak. Én mindig meg szoktam kérdezni, hogy 2 óra múlva megint fogsz mellett edzeni, mert ha nem, akkor nem kell visszatöltened 2 óra alatt a mellett glikogénraktára, itt van rá egy heted. Tehát megint kontextusba kellene ugye gondolkodni egy picit. Igen, meg hogyha abba belegondolunk, hogy,
normális esetben az ember eszik mondjuk 4-5 óránként, vagy 4-5-6 óránként, akkor 4-5. még az edzés után még mindig van az ember vérében az edzés előtti étkezésből a származó szabad aminosavak. Tehát igen, tehát egyébként ez is egy, nem is tudom, hogy hol olvastam, de például én nem vagyok vegán, de a vegán diétával kapcsolatban, hogy ugye ott előszeretettel kombinálják a fehérje forrásokat, mert ugye az aminosav profil az nem olyan teljes, mint mondjuk az állati forrásokból származó fehérjénél. És ott is volt olyan tanulmány, ami azt mondta, hogy nem feltétlenül kell egy étkezésben kombinálni, lehetséges, hogy pár óra késéssel eszel mondjuk olyan fehérjét, ami kiegészíti az aminosav profilját az előző ételben fogyasztott fehérjével, és ugyanúgy működik a dolog. Így van, ugye a vérünkben nem csak glükóz kering állandóan, hanem aminosav is, tehát ezt aminoacid poolnak hívják. Az aminosavak mindig elérhetők a testnek, mert ha nem így lenne, akkor az első nap, amikor nem találtunk élelmet a vadonba, kipusztult volna az emberiség. Tehát azért sokan, ez a másik, tudod, ez a... Az evolúció letámasztott volna minket, mint egy rossz kicsit. Nem annyira lennénk sikeres faj az a helyzet, hogyha ez így működne, hogy ilyen étkezések kihagyásával izmot lehetne veszíteni, ez félelmetes egyébként, de itt megint kontextusba kell gondolkodni, mert honnan jött ez a izmot vesztek, ha kihagyok étkezést, marhaság. Ami szintén idézőjelbe kell raknom a marhaságot, mert nem mindenkire nem igaz a dolog, mert van, akire igaz. De az emberek megint nem tudnak különbséget tenni saját maguk és a top versenyzők között. Ugyanis az összes ilyen mítosz a top versenyzőktől jön. De ez azért van, mert rájuk igaz. De az nem jelenti azt, hogy rád is igaz lesz. Tehát amikor valaki 130 kilós izomtömeggel rendelkezik, mint úgy egyébként a világon körülbelül 30 ember, nem több. Tehát nem sok esély van rá, hogy te, aki ezt nézed, beleesel ebbe a kategóriába, akkor gondolkozzunk már el, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy te ezt elérd. Óriási mennyiségű kalóriabevitel. Nyilvánvaló, hogy egy profi testépítő nem fog 4-5 óránként enni, mert nem jön ki a matek. Hogyha valakinek 7-8 ezer kalóriát kell enni egy nap, megint hozzáteszem, senkinek nem kell 7-8 ezer kalóriát enni, aki nem 130-140 kiló. De ha te, ne adj Isten, épp a Mr. Olympiára készülő profi vagy, és nézed ezt a versenyt, és vagy ezt a műsort, és neked 7000 kalóriát kell enni, akkor te nem fogsz tudni háromszor étkezni egy nap, mert nem tudsz megenni 2500 kalóriát egy ültő helyedben. Ilyen egyszerű. Tehát nyilvánvaló, minél nagyobb a tested, annál többször kell enned egy nap. Ez nem azt jelenti, hogy 6-szor kell enni, mert valaki ezt egyszer leírta a 70-es évekbe, hanem van olyan, akinek 6-szor kell enni, mert ilyen óriási a tápanyag igénye. Ugyanez igaz a fehérjebevitelre is. Mikor emberek ezzel jönnek, hogy nekem klienseim több fehérjét esznek, mint én, úgy, hogy nem annyira izmosak, fogalmazzuk így. És amikor ilyenek jönnek, hogy 300 grammos fehérjebevitel, és én nem tudom, hogyha a 150 kilós Dorian Yates nem evett 300 gramm fehérjét, akkor hát kötve hiszem, hogy neked szükséged lesz erre a mennyiségre, de megint, jönnek ilyenekkel, hogy Deroni Coleman 400 gram fehérjét evett. Nem tudom, hogy te úgy nézel ki, mint Ronnie Coleman, én nem, meg én még nem láttam senkit, aki úgy néz neki. Tehát lehet, hogy Ronnie Colemannek 400 gram fehérjére volt szüksége, de neked garantáltan nem lesz, mert nem vagy 136 kiló, mellesleg Ronnie Colemannek se kellett volna ennyi fehérjét enni, csak ő így érezte magát jól. És itt jön ugye az individualitás be a képbe, mi mellett, milyen étrend betartása mellett érzed magad jól. Mert, ahogy mondtam, nyaktól lefele és nyaktól felfele. Ha nyaktól lefele nézzük, nincs szükséged ilyen nagy mennyiségű fehérjére. De ha bevesszük a képbe a nyaktól felfele lévő dolgokat, ha te úgy érzed magad jól, hogy ilyen sok fehérjét eszel, akkor csináld nyugodtan, bajod nem lesz belőle, csak nincs rá szükséged. Az nem ugyanaz a kettő. Ugyanez igaz az ilyen extrémebb diétás módszerekre. Tehát én például rosszul vagyok az ilyen alacsony szénhidrátos ketós baromságoktól, de van ketós kliensem. Van alacsony szénhidráton lévő kliensem, sőt van vegán kliensem is, pedig borzalmasan ellene vagyok az ilyen fajta étkezésnek. De ha azzal jössz hozzám, hogy egészséges szeretnél lenni, és ezért nem eszel húst, akkor elég valószínű, hogy el foglak küldeni melegebb éghajlatra. De ha azzal jössz hozzám, hogy így érzed magad jól, vagy etikai, vagy vallási okok miatt nem akarsz húst tenni,
akkor semmi probléma nincsen. Szuper, hibátlan, mehet a közös munka. Tehát ez teljesen rendben van. Ezért kell kontextusba rakni. Ha valaki azt mondja, hogy ő tisztában van vele, hogy a ketogén diéta nem jó, nem jobb, nem egészséges, de ő azt tudja betartani, mert azokat az ételeket preferálja, és azokat az ételeket, azt az ízvilágot szereti jobban, akkor szuper, semmi probléma nincs vele, és ketózni fogunk. Teljesen rendben van. De ha azzal jössz hozzám, hogy elhízol a szénhidráttól, akkor nem fog működni a közös munka, elég valószínű, és valószínű, hogy elég kellemetlen élményeid lesznek velem kapcsolatban, de ugye itt megint kontextusba kell rakni a mit, miérteket. Ha te úgy érzed magad jól, semmi probléma nincs vele. Ki vagyok én, hogy megmondjam, hogy te mitől érezd magad jól? Ezzel nincs semmi probléma. Minden diétás módszerrel le lehet fogyni, tehát ezt szögezzük le, akármi tehetsz, le foglak tudni fogyasztani, mint hogy bárki más is le tudna, mert egy dolog kell a fogyáshoz, kalória deficit, ilyen egyszerű. De hogyha bevesszük már azt, hogy optimalizáljuk az eredményeket, akkor ki kell zárni az extrém diétákat. De nagyon sokan nem optimális eredményt akarnak, hanem csak eredményt. Nem ugyanaz a kettő. És az én klientúrám 70%-a eredményt akar, nem pedig optimális eredményt. Nem ugyanaz a kettő. Akkor valaki azzal jön, tudod, hogy jaj Istenem, ma nincs meg a megfelelő előírt fehérje bevitel. És nekem sincs meg minden nap, semmit nem számít. Mindig meg szoktam kérdezni. Maximális eredményt akarsz? Akkor legyen meg minden nap. De hogyha a maximális eredmény üldözése több stresszt okoz neked, mint maga a diéta betartása, mert a kalóriadeficit önmagában is stressz, akkor nem kell maximális eredményt hajszolni, mert annak semmi értelme, hogy plusz stresszt rakjál magadra feleslegesen. Tehát azért egy jó fizikumhoz, egy kockás hashoz, vagy leadni 10 kilót, nem kell maximalistának lenni. Én mindig azt szoktam mondani, adjatok nekem 80% belefektetett munkát, de azt konzisztensen. És sokkal előrébb leszel vele, mint hogyha 100%-ot próbálsz adni, és aztán minden 2 hétbe, vagy minden 3 hétbe elcseszed az egészet. Mert ahogy mondtam megint, nyaktól felfele, az emberek nem képesek arra, hogy maximumot nyújtsanak hosszú ideig. Ezt egyébként nem a kis ujjamból húztam elő, rengeteg tanulmány van erre, hogy az emberi elme mennyi ideig képes fókuszálni egy cél érdekében maximálisan, és más időintervallumokat adnak meg a tanulmányok, de az átlaga a tanulmányoknak az a 10-16 hét. És nem véletlen, hogy egy diétás szakaszt is 10-16 hétre szoktunk tervezni általában. Egy tömegnövelő szakasz is 16-26 hétről indul. Egy versenykészülés is 10-12-16 hét szokott lenni, mert körülbelül ennyi ideig tudsz fókuszálni valamire folyamatosan. És utána vagy itt, de valami elkezd eltörni. Vagy a mentalitás megy félre, vagy az akaraterő szenved csorbát, vagy a tested. Vagy jönnek az ízületi problémák, jön a túledzés, jön az idegrendszeri kimerülés, jön az izmok helyi kimerülés, tehát valami mindig elkezd félre menni 10-16 hét után. És ezért nem érdemes annál hosszabb időszakra intenzív munkát tervezni. De persze ez a dolog elnyújtható, hogyha nem próbálsz meg 100%-ot adni mindig, csak 80%-ot, de azt hosszabb ideig, a vége úgyis ugyanaz. Bocsánat, megint... Mondd, csak szeretnék közben, próbálom terelni a dolgokat, például amit említettél, hogy eleve, ugye most megbeszéltük azt, hogy egy színpadra készülés, és egy magunkhoz képest egy tök jó formában lenni, teljesen külön dimenzió, nem is ugyanaz a világ. És ezzel kapcsolatban a véleményedre vagyok kíváncsi. Nagyon sokszor kapok megkeresést leendő kliensektől, hogy úgy kezdődik, hogy kapok egy képet valakiről, egy sportolóról, lehet, hogy versenyző, lehet, hogy influencer, stb. Amit én tapasztalok, az egyrészt az, hogy ezek a sportolók nem naturálok. Tehát látom, illetve tudom azt, hogy nem naturálok. Tehát eleve ugye én csak naturál sportolókkal foglalkozom, és megmondom nekik, hogy figyelj, ez nem elérhető, egyrészt azért, mert nem naturál, másfelől azért, mert ennek a sportolónak a genetikai háttere sokkal erősebb, tehát sokkal jobbak az arányai, egyszerűen sokkal kerekebbek az izmai, stb. Tehát egyszerűen genetikailag teljesen másból merít, mint mondjuk te. És tegyük hozzá azt, hogy az a kép az
ha nem is mondom azt, hogy Photoshop volt, de azért ezt is a közösségi médián azért rakjuk rendbe, hogy akár versenyzőről van szó, akár egy átlag sportolóról, mint mondjuk te vagy én, vagy akárki más, az, hogy mi mondjuk nem photoshopoljuk a képünket, de mondjuk van egy bizonyos testzsír százalékunk az adott pillanatban, van egy jó fénybeállítás, esetleg még be is vagy pumpálva az izom, plusz tudjuk azt, hogy mik azok a pózok, amikben előnyösebb a fizikumunk, mik azok a pózok, amikben hátrányosabb a fizikumunk. Tehát nem arról van szó, hogy miért csalunk, mert ezt a való életben tudjuk prezentálni azonos fényviszonyok mellett, azonos körülmények között. Viszont ne felejtsük el, hogy mi nem így nézünk ki az év 365 napjában, sőt, még a nap 24 órájában sem, mert egy napon belül is változik az, hogy mennyire vagy vizes, mennyire vagy száraz, mennyire vannak betelítve az izmaid, stb. Tehát amit én látok, az az, hogy ezt a highlightot, ezt a top pillanatot, ezt úgy kezelik, mintha ezt fenn lehetne tartani, nem hogy a nap 24 órájában, hanem az év 365 napjában. Nem, ezt nem lehet. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy valaki egy egész éven át jó formában van, de ez a jó forma, ez nem azt jelenti, hogy van mondjuk egy 5%-os testzsírja, ami naturál sportoló esetében majd érdekel, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleményed, hanem az azt jelenti, hogy van mondjuk egész évben egy körülbelül egy olyan 12 és mondjuk 17-18%-os testzsír között. És ez egy jó forma, de ingadozik a kettő között, ingadozik. És nincs, tehát nem az a top pillanat lesz az év 365 napjában prezentálja a fizikumát, és ami nekem még szemet szokott szúrni, hogy az emberek, akik azt írják nekem, hogy szeretnék 5%-os testzsírt naturálon, és akkor így, amit igazából ők azt, amiről azt hiszik, hogy az 5%-os, az valójában valahol a 14-15 környék. Pontosan mondani is akartam, hogy az 10 fölött lesz mindenképpen. Igen. Ezzel kapcsolatban mi a véleményed? Tehát mennyire tartod a reálisnak azt, hogy tegyük fel azt, hogy tényleg aránylag átlagos genetikával rendelkezik az illető, beleteszi a munkát, stb. Mennyire tartod azt reálisnak, hogy egy 5-6%-os testzsírt elérjen, és mondjuk mennyire tartod valószínűleg egyrészt azt, hogy el lehet érni, másfelől azt, hogy ha el lehet érni, akkor ezt mennyi ideig lehet fenntartani naturál sportolóként? Egy kicsit vissza fogok kanyarodni, szóval nagy kör fogok leírni, de ígérem vissza végén a kérdésre. Én úgy gondolom, hogy az embereknek a testképe az gyakorlatilag születéstől fogva el van rontva. Elmondom miért. Saját példám. Én ugye 40 leszek jövőre, értelemszerűen be lehet lőni, hogy akkor a 80-as évekből nem nagyon emlékszek szinte semmire, ugye 84 decemberi vagyok. 90-es évek az úgy nagyjából megvan. Mi volt a 90-es évek? Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme. Szuper. 2000-es években voltam már ugye ez a 15-16-18 éves. Mi volt a 2000-es években? Ronnie Coleman, Flex Wheeler, Chris Cormier, Nesserel, Somberi. Magyarországon pedig, ugye, amikor én elkezdtem edzeni 13-14 évesen, a legelső edzőtársam 16-17 évesen, az Kati Béla volt, és ez így maradt 5 évig, tehát én abból a közegből jövök, értelemszerűen az én realitásom az ezen alapszik. Tehát nekem Ronnie Coleman, Flex Wheeler és Kati Béla az izmos, és nekem gyerekként Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno meg Sylvester Stallone volt az izmos. Tehát értelemszerűen az én testképem, az én fejemben az izmosságról kialakult kép az ezen alapszik. Ha valaki 10 évvel idősebb vagy fiatalabb, mint én, annak ez már más lesz. Ha valaki 10 évvel idősebb, mint én, akkor neki a Frank Zane, meg a Mike Mentzer, meg a 70-es évek testépítői lesznek az izmosak, és minden más utána már maximum túl sok. Aki nálam 10 évvel fiatalabb, aznak meg a, mit tudom én, a Dwayne Johnson lesz a nagyon izmos, meg a John Cena, vagy nem tudom, tök mindegy. Szóval érted, mit akarok mondani? Igen, az, hogy izmos, ez is teljes mértékben egyénfüggő. De sajnos az emberek, mondhatjuk 100%-a, tévedésben van azzal kapcsolatban, hogy mit lehet elérni naturál. Több oka van, de az első okát én a filmekben keresném, ugyanis nem tudunk annyira visszamenni a médiában, értsd akár a film művészet világában, ahol te naturál fizikumokat fogsz látni. Az emberek azt hiszik, hogy
hú, a 70-es évek, bezzeg a Larry Scott, a legelső Mr. Olympia, na még akkor a szteroidok nélkül, Jézus Mária. Mire Larry Scott Mr. Olympia volt, vagy Serge Oliva, mire Mr. Olympia lett, már 20-30 éve léteztek a szteroidok, sőt, igazából már 40 éve léteztek a szteroidok, de a sportban körülbelül 30 évvel azelőtt kezdték el ezeket használni. Tehát az a megfogalmazás, hogy a Serge Oliva Arnold Schwarzenegger számára kevesebb fajta szteroid volt elérhető, mint ma, az korrekt. De ilyen hülyeséget, hogy nem volt, csak hogy árnyaljam a mentalitást, Roderick Chavez, akivel volt lehetőségem podcastet készíteni, és a világ egyik legnagyobb biológus professzor szakértőjének tartom, nem csak én, hanem a szakma, és talán a világ legnagyobb szteroid szakértője, ő ugye szoros kapcsolatban volt, segítette ebben a témában a 70-es évek testépítőjét és a 80-as évek profiait, tehát ő nem szereti így használni, de szteroid kúrákat vagy ciklusokat tervezett meg ugye nagyon komoly testépítőknek, beleértve ilyeneket, mint akár Mike Mentzer vagy például Tom Platz. Na most tőle jön ez a dolog, hogy Arnold Schwarzenegger idejében a tesztoszteront annyira gyenge szteroidnak tartották, hogy azzal csak a gyenge kislányok foglalkoztak. Tehát úgy álltak hozzá, hogy az gyenge, és minden más az csak annál jobb. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy felejtsük el ezt a hülyeséget, hogy te valaha is látsz a filmekben olyan fizikumot, ami naturál. Nem. Emberek szoktak ilyet mondani, menjünk vissza akkor egészen az 50-es évekig. Steve Reeves, na az milyen gyönyörű fizikum volt. Á, Steve Reeves sem volt naturál, kezdjük itt. Tehát már akkor is 15 éve elérhető volt a szteroid, de még ha ezt a részt ki is vesszük, Steve Reeves izmos volt. Tényleg? Figyelj, most tudom, hogy erre majd sokan fel fognak hördülni, de szerintem 19-20 évesen már izmosabb voltam, mint Steve Reeves, pedig naturál voltam. Ezek az emberek 80 kilósak, könyörgöm, egy Frank Zane 70 kilós volt. Én elhiszem, hogy Mr. Olympia lett, mert nagyon szép fizikuma volt, meg szálkásabb volt, mint bárki más, de izom se volt rajta, tehát 40-es karja volt. Könyörgöm, tényleg, nekem ez nem izmos. Én elhiszem, hogy van, akinek izmos a Frank Zane, de nekem nem izmos a Frank Zane, és úgy általában is elmondható, hogy Frank Zane az nem volt izmos. De azt a fizikumot sem lehet elérni naturál. Tehát ezt kellene leszögezni, hogy már maga az a feltételezés, hogy te azt hiszed valakiről, hogy naturál, is 99% hogy nem igaz. Tehát nincs viszonyítási alap. Mondhatnád, hogy akkor nézzük meg a naturál sportolókat, naturál testépítőket. Nem akarok belemenni, de óriási különbség van a között, hogy valaki átmegy a teszten és aznap naturál, vagy úgy általában naturál. Mert ha az a kérdés, hogy a naturál versenyzők a naturál státuszt megérdemlik-e akkor, amikor állnak a színpadon, szerintem igen. De ha úgy nézzük, hogy a naturál az, aki lifetime naturál, akkor nekem erős kétségeim vannak, hogy valaha is bárki színpadra állt úgy. És óriási a különbség. Persze óriási a különbség a között, hogy valaki fake naturál, tehát a verseny napján naturál, meg a között, hogy még a verseny napján sem. Tehát nyilván ott is óriási a különbség, de a fake naturálok fizikuma hihető annyira, hogy az emberek többsége elhiszi, hogy ezt el lehet érni naturál. De sajnos ez sem igaz. A genetikai elit számára valóban elérhető az a fizikum, még akár naturális, mert azért akinek megvan a fizikuma ahhoz, hogy profi szintre lépjen, azok általában elég jó genetikával rendelkeznek ahhoz, hogy naturális tudnának annyira jók lenni, hogy testépítőnek nézzenek ki, tehát effektíve szinte hihetetlen fizikai fejlettséget tudnának elérni, de ez a szinte hihetetlen fizikai fejlettség iszonyú messze lenne attól, mint amit mi látunk jelenleg az Instagramon vagy a YouTube-on. Tehát az a bajom ezzel, hogy már viszonyítási alap sincs. És ugyanez igaz a nőkre egyébként, tehát amikor látjuk ezeket a modelleket, hogy kitekert derékkal, tökéletesen beállított szögből, úgy néz ki, mintha nem is lenne derekuk, és hatalmas fenék, gyönyörű ilyen izmos combok, ezek mellett, a nők mellett a többség elmenne az utcán egyébként átlagos ruhába felöltözve, mert nem így nézel ki a való életben. Tehát ahogy mondtad, már az én kép alapjai is hamisak.
Másik, 5%-os testzsír. Nem mintha le lehetne mérni. Tehát sokan úgy vannak vele, hogy ugye rengeteg ilyen teszt van erre, InBody, DEXA-scan, stb. Ez mindegyik marhaság egyébként. Ugyanis ezek a tesztek nem tesznek különbséget a szövetek típusai között. Mert ugye az emberek abban gondolkodnak, ami számomra érthetetlen, hogy neked van az izomtömeged, meg van a többi. Nem, tehát van óriási különbség az izomtömeg óriási. És a zsírmentes tömeg között. Tehát... Hát így van, óriási különbség van a zsír, vagyis bocsánat, ezt akartam mondani, hogy neked van a zsírtömeged, meg van az összes többi. De hát ez nem így van, mert ha a tesztek valóban azt mutatják ki, hogy neked mennyi a testzsír százalékod, azaz meg tudják különböztetni a zsírszövetet a többitől, az nem elég, mert ha a többi oldalnak a súlyát tudom növelni, akkor értelemszerűen százalékos arányban a testzsír alacsonyabbat fog mutatni. Tehát, hogyha nekem van 10%-os testzsírom, értelemszerűen 90% a testtömegemnek nem zsír, akkor minél magasabb lesz a nem zsír testtömegem, annál alacsonyabb lesz százalékos arányban a zsírtömegem. Tehát, ha én az ilyen DEXA-scan előtt megiszok 3 liter vizet, akkor sokkal alacsonyabb testzsír százalékot fog mutatni. Így van. Ugyanakkor, ha beszedek 3 tabletta vízhajtót, akkor sokkal magasabb testzsír százalékot fog mutatni. Tehát abból is induljunk ki, hogy először is a viszonyítási alap hamis. Nem tudod magad naturál sportolókhoz viszonyítani, mert nem léteznek naturál sportolók. B. Még a tesztekre sem tudsz alapozni, mert a tesztek sem fogják neked megmondani, hogy mi a testzsír százalékod, mert ilyen nem létezik. Létezik olyan mérés, ami ezt megmondja, azt hiszem körülbelül 10-20 ezer dollárba kerül, és egy-két ilyen egyetemi kutatóközpontban tudják ezt az emberek Amerikában maximum megcsinálni. Tehát nem igaz, hogy nem elérhető, de az emberek többségének ez nem elérhető. Tehát én mindig azt szoktam mondani, a kérdés hogy... az, hogy szüksége van rá. Így van. Mindig ezt szoktam mondani, hogy figyelj, jól nézel ki a tükörbe? Akkor nem mindegy, hogy 20% a testzsírod, vagy 30, vagy 2, nem tök mindegy. De hogyha valakinek mindenképpen ez van a fejében, hogy jaj, hát én ezt mindenáron szeretném tudni, akkor a válaszom az, hogy nem. Nem lehet 5%-os testzsírt naturál elérni, ez teljesen kizárt dolog, sőt, megsugom, egyébként nem naturális, teljesen kizárt dolog, és az pedig, hogy meg lehet-e tartani, az pedig bármennyire is furcsa, igazából egyénfüggő, mert oké, az 5%-os testzsírt nem lehet megtartani, ez rendben van. De hogy ki milyen alacsony testzsírt tud megtartani, az megint genetika függő, mert ugye neked biztos ismerős, talán a nézőknek nem, hogy ugye mindenki szervezetének van egy olyan pontja, vagy egy olyan állapota, amit úgy hívunk, hogy set point. Tehát az a kinézet, az a testzsír százalék, és az izomtömeg, ami mellett a tested relatíve kényelmesnek érzi magát, tehát adott mennyiségű edzésmunka, adott mennyiségű étkezés, adott életstílus mellett ezt a kinézetet tudod a leghosszabb ideig, a legkönnyebben fenntartani. Ez a te set pointod. Minél messzebb vagy ettől a set pointtól, annál nehezebb lesz azt az állapotot megtartani. Ha valaki mindig, egész életében 10% testzsíron él, és eres a hasa, meg eres a combja, mert van ilyen, akinek ennyire jó a genetikája, legjobb példa egyébként szerintem Páldi Gabi. Nézd meg Páldi Gabit, tömegelni próbál, hízni próbál, én meg 7 hónapot diétáztam. Közel se vagyok olyan szákás, mint ő. Értelemszerűen az ő setpointja teljesen más, mint az enyém. Ez nem jelenti azt, hogy más biológiai szabályok szerint működik a teste neki, mint nekem. Nem, ez csak egész egyszerűen más kiinduló állapotot jelent a kettőnk fizikumának. Míg nekem 6 hónapot kellett ahhoz kőkeményen diétáznom. Na jó, a kőkeményet azt azért megmosolygom egy kicsit, mert azért nem volt ez annyira kemény, de tegyük fel, hogy 6 hónapot kellett diétáznom ahhoz, hogy elérjek mondjuk egy 10%-os testzsírt, most csak mondtam egyet, van, akinek a 10%-os testzsírhoz tömegelnie kell egy évet, mert annyira jó az anyagcseréje. Persze a jót is idézőjelbe kell tenni, mert megint annyira nem jó, hogyha az a célod, hogy minél nagyobb akarsz lenni. Igen, tehát hogyha a napi szinten 5-6 ezer kalóriát kell bevinni, csak azért, hogy az már nem munka. Nem annyira jó. Igen, nem az munka. Jól hangzik, hogyha olyan vagy, mint én, hogy ugye nagyon szeretsz enni, de ugye amúgy ez nem annyira jó. Tehát nekem totálisan irreális lenne például azt mondani, hogy a következő 5 évben 10%-ot testzsírral akarok élni, mert bár ez a célom, de még eddig soha nem sikerült, elég valószerűtlen, hogy most majd sikerülni fog. Persze megpróbálom ismét, de elég valószerűtlen, mert 2 hete hagytam abba a diétát, idézőjelben abba hagytam a diétát, tehát mondjuk 2000-2100 kalóriáról felmentem
2600-ra, ami még mindig nem sok, tehát a két macskám eszik ennyit, de én már elkezdtem hízni, tehát nekem elkezdett felmenni a testsúlyom, tehát nyilván nem fogom az életemet leélni 2000 kalórián, mert az nekem egy reggeli. De ha le tudnám, akkor tudnám tartani ezt a fizikumot. Tehát a kérdésre a válasz, hogy elméletileg bármilyen testzsír százalékot tudsz tartani, hiszen eszel valamennyit, eléred azt az 5-6 százalékos testzsírt, már ha el lehetne, és aztán életed hátralévő részéig ugyanannyit eszel, akkor úgy fogsz kinézni, csak ez nem realitás. Ugyanis az egyenletben nincsen benne az emberi faktor, meg a mentális háttere. Hogy mondtam, a nyaktól felfelé lévő faktor, hát hogyha nekem a 2000 kalória egy kőkemény éhezés, akkor nem valószínű, hogy azt hosszú távon fogom tudni kezelni idegösszomlás nélkül, tehát nem tudok alacsony testzsír százalékot tartani gyakorlatban. Elméletben tudok, persze. Tehát röviden a válasz nem lehet 5%-os testzsírt elérni naturál, de ha el lehetne, sem lehetne megtartani, és ez azért van, mert amit tenned kell ahhoz, hogy elérd az 5%-os testzsírt, azt kellene folytatnod életed végéig, hogy megtartsd azt az 5%-os testzsírt. De hát oka van annak, hogy egyetlen versenyző sem úgy néz ki az év 365 napján, mint aznap, amikor éppen a Super Bowl színpadán áll, és az azért van, mert egyetlen egy napig képesek tartani azt a fizikumot, ha ugyanazt az étrendet tudnák folytatni egy éven keresztül, amit a verseny előtt folytattak, akkor ugyanúgy tudnának kinézni, mint a versenyen, de ez nem lehetséges a gyakorlatban. Tehát a válaszom az, hogy minél messzebb vagy ettől a kényelmi állapotottól, annál nehezebb lesz az adott formát megtartani. És ezért fontos a flexibilis diéta, és ezért fontos, ugye, amit a beszélgetés elején csináltunk, hogy ne adj bele 100%-ot, mert nem tudod megtartani a 100%-ot. A 100%-ot kizárólag, csak is kizárólag a versenyzők tegyék bele, mert nekik nem is céljuk, hogy megtartsák azt a fizikumot, mert nekik egy nap kell jól kinézni, de nekünk, nekem személy szerint semmilyen kielégülést nem ad az, hogyha egy napig jól tudok kinézni, mert a kutyát nem érdekli, ugyanis nincs szociális életem, nem megyek ki a lakásból, tehát megnézem magam. És még a kenyeret se kapod olcsóbban, hogyha alacsonyabban. Munkám se lesz vele több, pénzem se lesz vele több, tehát nem vagyok vele előrébb semmivel. Egy napig jól nézek ki a fürdőszoba tükörbe, és aztán ennyi. Tehát ennek semmi értelme, és ez igaz az átlag emberekre. Neked semmi értelme nincsen 100% efforttal kínozni magad hónapokig azért, hogy egy hétig nézzél ki jól, mert utána úgyis feladod az egészet. Nem. Adjál bele 80%-ot, nézzük meg az a 80% mire elég, és hogyha a 80%-ot sem tudod betartani, akkor lemegyünk 70%-ra, és a fizikumod is csak egy picit fog változni. De hogyha 100%-ot adsz bele, és aztán lemegyünk 60%-ra, mert kiégsz mentálisan, akkor visszahízol minden. Tehát nagyon fontos megnézni mindig, hogy ki kérdezi, és annak megfelelően válaszolni, aki kérdezi. Tehát, hogyha valaki azt kérdezi tőlem, tudod, hogy mennyire diétázzak keményen, milyen fizikumot tudok elérni, és mennyire reális, hogy azt meg tudom tartani, akkor mindig meg kell néznem, hogy ki kérdezi. Mert ha egy versenyző kérdezi, akkor más a válaszom, mint hogyha egy átlagember kérdezi, vagy egy 18 éves, vagy egy 50 éves, mindenki számára más lesz a válaszom. Szuper. Egyébként itt hozzáfűzöm, hogy a szálkásítós videósorozatom ezen le van fújva, úgyhogy ez sikertelenség. Ezzel szeretnék átkanyarodni egy másik témára, ami szintén érdekes, én érdekesnek tartom, és nem is tudom, hogy ezzel pár sorban mondjam el a mondani valómat, amit én erről gondolok. Ez a legjobb edzésbontás témaköre. Nagyon sokszor kapom meg ezt a kérdést, hogy így hangzik a kérdés, hogy mit tudom én, heti négyszer edzem, ilyen bontásban jó vagy nem? És így, nem tudom, fogalmam sincs, tehát mit csinálsz, oké, hogy milyen, tehát most annyira légből kapott a dolog, hogy nem lehet rá, hogy válaszolni. Tehát alapból az én megközelítésem az az, hogy alapból ne feltétlenül edzésbontásokban gondolkozzunk, mert az olyan, mintha az ajtó, amin be akarsz menni, az zöld lenne, vagy fehér lenne, vagy stb. Tök mindegy, hogy milyen színe van. Az a lényeg, hogy van egy teendő listád, és hogy elvégezz azt, ami a célodhoz kell. De itt is nem az edzésbontás, nem a gyakorlatok, hanem mozgásminták, és egy adott mennyiségű munka az, ami neked ahhoz kell, hogy fejlődj. Mit gondolsz erről? Melyik a legjobb edzésbontás szerinted? Én
Nekem erre van, szokott lenni kettő visszakérdezésem és egy válaszom. A két visszakérdezésem az első az szokott lenni, hogy te mindig bármikor a nap folyamán, a hét bármelyik napján tudsz menni edzeni? Mint ahogy senki, akit ismerek. Mert ha nem, akkor meg is van adva az, hogy te hogy fogsz edzeni, amikor van rá időd. Mert én abból indulok ki, hogy te nem ám egy profi testépítő vagy, aki engem kérdezel, hanem egy átlagember. Ergo, az életed olyan, mint egy átlagembernek. Feltételezem, hogy nem örököltél, vagy nem nyertél a lotton, tehát feltételezem, hogy dolgoznod kell. Ha neked dolgoznod kell, akkor már nem a tökéletes edzésbeosztást keressük, hanem a számodra megvalósítható tökéletes edzésbeosztást. Nem ugyanaz a kettő. A tökéletes edzésbeosztás az szerintem úgy néz neki, hogy egy nap edzés, egy nap pihenő. És akkor ez azt jelenti, hogy ugye a naptári 7 naptól el fogunk térni. Tehát, hogyha mondjuk te 5-ször fogsz edzeni, akkor nem egy 7 napos periódusba edzed végig a testedet, mondjuk 2-szer, hanem 9. Na most azt tudni kell, hogy az utolsó ember, akitől ezt hallottam, hogy így edzett, az Dorian Yates volt 92-ben, tehát akkor hallottam egy cikket, hogy ő úgy döntött, hogy nem fog ragaszkodni a naptári nap 7 napjához, hanem egész egyszerűen edzés-pihenő, és ahogy kijön. Ezt egy ember meg tudja tenni, aki profi, és nincs munkája, és ebből él. Ha behozzuk a képbe a munkát, a családot, meg a többit, akkor már nem a tökéletes beosztást keressük, hanem azt, amit meg tudsz csinálni. Másik visszakérdezésem. Tegyük fel, hogy hétfőn hátnapod van, szerdán meg mell. Szerinted hétfőn tudja a tested, hogy mit fogsz edzeni szerdán? Nyilván nem. Tök mindegy. Ahogy mondtad, ugyanaz, mint a kalóriadeficit. Nem az a lényeg, hogy kedden délután 4 órakor kalóriadeficitbe vagyok-e, hanem hogy a héten átlagban kalóriadeficitben vagyok-e. Ugyanez igaz az edzésre. Nem az a lényeg, hogy milyen gyakorlatokat csinálsz, meg hányszor, meg mit tudom én, hanem az, hogy kell egy adott mennyiségű terhelés, amit le kell adnod az izmoknak heti szinten. És azt eloszhatod te 2-re, megcsinálhatsz egy edzésen 15 munkasorozatot, megcsinálhatsz 2 edzésen 7-et, ugyanaz. Nincs különbség. Ami persze nem igaz, mert van, de általában nincs különbség. De itt már megint, ahogy mondtam, mindig a válasz attól függ, hogy ki kérdezi. Mert hogyha 50 éves ember vagy, aki 100 órát dolgozik vállalkozóként, és szétstresszeled magad ugye a nap hátralévő részében, akkor igyekezni kell a lehető legkisebb, egyszeri stresszt adni neked per edzés. Tehát ez esetben azt fogom mondani, hogy ahelyett, hogy 2 órán át lábaznál, 20 munkasorozattal, lehet, hogy jobb lenne számodra 2-szer lábazni 10 munkasorozattal. Ugyanakkor, ha te azt mondod, hogy csak 3-szor tudsz lemenni az edzőterembe egy héten, sőt, még extrémebb, te csak 2-szer tudsz lemenni edzeni, akkor mindjárt megint azt mondom, hogy figyelj, az edzés mennyiség, amit neked el kell végezni, azért az nagyjából adott. Akkor megszívtad, ezt most 2 részletre fogjuk elosztani, úgyhogy 2 órát fogsz edzeni, ez van. Ami nem ideális, de ezt tudod megoldani. Megint nem az ideális edzésprogramot keressük, hanem azt, amit meg tudsz oldani. Nem ugyanaz. Sosem lesz ideális, mert el kell menned dolgozni, stresszelsz a gyerekeken, meg a számlákon, meg a munkádon, vannak hiteleid, elromlik a kocsid, mindig van valami, ami nem teszi ideálissá az életedet. És erre szoktam mondani, hogy az edzést az életünkhöz igazítjuk. A versenyzők az életüket igazítják az edzéshez. Nem ugyanaz a kettő. De mi ezt nem tudjuk megcsinálni. Mikor valaki az én felosztásomat kérdezi, nekem nincs is felosztásom, én tudom azt, hogy minden testrészt megpróbálok 10-12 munkasorozatot elvégezni hetente, és elmegyek a terembe, amikor épp van rá 45 percem. Tehát nem tudok követni egy edzéstervet, mert nekem a 120-130 órás munkahét mellé nincs edzésterve, mert úgyse tudnám betartani. De ez egy extrém példa. A másik extrém példa, amikor megkeres mondjuk egy diák, és azt mondja, hogy most vizsgaidőszak van, még be se kell járni órákra, úgyhogy szó szerint bármikor, bármennyit tudok edzeni. Neki megint más lesz a válaszon. Tehát mindig más lesz a válasz. De én általában azt szoktam mondani, hogy nézzük meg a stadikat, nézzük meg, mit mondanak a stadik, és az lehet, hogy rád nem lesz igaz, de a többségre igen, hiszen ezért ez az eredménye a stadinak, mert a többségre ez igaz. A stadik eredménye nem lesz igaz az IFBB profikra, mert nagyon kevés IFBB profi vesz részt ezekben a stadikban, tehát az nagyon fontos tudni, hogy a stadik mindig csak azokra relevánsok,
azokra a populáció azon csoportjára, akik részt vettek benne. Tehát, hogyha csinálnak egy tanulmányt, és a tanulmányban résztvevők 20 és 30 év között vannak, és mindegyik él sportoló, akkor a tanulmány eredménye biztosan nem lesz számodra releváns. Lehet, hogy az lesz, de nem biztos. Sőt, elég valószínű, hogy nem. És ezért van az, hogy vannak szabályok, amiket kiindulásnak be lehet tartani, vagy be kell tartani, de az nem azt jelenti, hogy ahhoz ragaszkodni kell. Tehát rajtam még nem végeztek ilyen kísérletet, ergo alapul fogom venni a saját edzésem megtervezésében a stadik eredményét, de hogyha attól el kell térnem, nincs vele semmi problémám, mert rajtam nem végeztek még stadit. Úgyhogy valószínű, hogy a stadik eredménye rád igaz lesz, de nem biztos. És amit ezek mondanak nekünk, az az, hogy körülbelül 10 és 20 munkasorozatot kell elvégezni testrészenként. Na most azért ez egy elég széles skála, és azért az és ez nem azt mondja, hogy ha te 8-at csinálsz, 8 munkasorozatot per hét, akkor az nem jó. Hanem valószínűbb, hogy jobb lenne, ha egy kicsit többet csinálnál. Ha te 20 munkasorozatot csinálsz testrészenként, és nem vagy 130 kilós profi, akkor nem az lesz a megoldás, hogy 30-at csinálj, hanem lehet, hogy vissza kéne menni 10-re, és megnézni, hogy milyen volumen és intenzitásnál kezdesz el fejlődni. És ha 10 munkasorozatnál fejlődsz, akkor mi a büdös franc karikának csinálnál 20-at? Hát, hogyha ha fele annyi idővel ugyanazt az eredményt eléred a terembe, én nem tudom, hogy miért akarnak emberek 2 órákat a terembe lenni, igen. Én inkább vagyok itthon a macskáimmal, de ez csak én vagyok. Tehát szeretek edzeni, félreértés ne essen, de ha egyszer felesleges többet edzeni, akkor felesleges többet edzeni. Meg lehet mindig próbálni a több edzést, de én mindig azt szoktam mondani, hogy hibátlan a táplálkozásod? Igen, oké. Mióta hibátlan? Mert ha egy hete, akkor nem az. De ha azt mondod, hogy te még soha nem csaltál a kajában 5 éve, akkor azt fogom mondani, hogy akkor lehet, hogy nem a táplálkozásban van a hiba. Hibátlan a táplálkozás, a táplálék kiegészítésed? Minden megvan, fehérje, vitamin, kreatin, minden áldott nap évek óta? Igen. Mondjuk ilyet még senki nem válaszolt, hogy igen, de tegyük fel, hogy valaki azt mondja, hogy igen, akkor azt mondom, hogy jó, akkor az étkezés is rendben van, tápkieg is rendben van, akkor az edzés meg a regeneráció marad. Megkérdezem, minden éjszaka 6-8 órát alszol kivétel nélkül évek óta? Nyilván nem. De ha valaki azt mondja, hogy igen, akkor a regeneráció is rendben van, akkor már csak az edzés maradt. De egész addig, amíg ezeket nem lőjük ki, addig ne az edzésen vakeráljunk, mert nem azon múlik. Hogy 10 munkasorozatot csinálsz, vagy 12-t, tuti nem ezen fog múlni a fejlődésed, vagy hogy fekvonyomás helyett most te majd kézisújjal fogsz fekvonyomni, hát ettől nem lesz jobb a mellett, ha csak nem, ki nem lőttük már az összes opciót. De még én még ilyennel nem találkoztam, mert szerintem nem létezik. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy nem lesz attól jobb a lábad, hogy a guggolás lecseréled lábtolásra, ez biztos. De ha már a táplálkozásod évek óta hibátlan, a tápkieged évek óta hibátlan, a regeneráció évek óta hibátlan, akkor már tényleg nem marad más, mint az edzés. És itt megint vissza kell kanyarodnom ahhoz, hogy honnan jönnek ezek a mítoszok a versenyzőktől. Mert azt mondja a versenyző, hogy elkezdett 2-szer annyit hátazni, és jobb lett a háta. Ergo, ha én elkezdek 2-szer annyit hátazni, nekem is jobb lesz a hátam. De nem, mert a versenyző az edzés mellett maximalizálja a táplálkozást, maximalizálja a pihenést, maximalizálja a regenerációt, gyakorlatilag korlátlan anyagi lehetőségek elérhetőek, hogy ezeket fedezze, így értelemszerűen a hiba nem ott lesz, hanem az edzésben. De neked, meg nekem, meg neked, aki engem kérdezel, biztosan nem ott lesz a hiba, hanem a táplálkozásban, a pihenésben, a regenerációban, és talán az edzésben is. De akkor se az edzés mennyiségével lesz a hiba, hanem a végrehajtási formával, vagy az intenzitással. Tehát te is biztos tudod, hogy emberek küldenek videót, hogy megkérem, hogy küldjék el mondjuk X, mit tudom én, lábtolásnak az utolsó sorozatát, mert szeretném látni, hogy te egy ismétlésre állsz meg a bukástól. És akkor látom, hogy ez legalább 10 ismétlésre van a bukástól, nem egy. És akkor csodálkozunk, hogy nem fejlődsz. Tehát nem a lábtolással van a probléma, hanem hogy nem csinálod elég keményen. Ugyanakkor persze megvan a másik véglet, és amikor látok olyan fekvonyomást, hogy már 4 ismétlésre előtte abba kellett volna hagyni, mert annyira szar, de megint nem a munka mennyiségével van a probléma ez esetben, hanem a minőségével. Tehát a munka, a belefektetett munka mennyiségére, tehát a munkasorozatok számára
akkor kell fókuszálni, amikor már mindent kimaxoltál, mert nem azon fog múlni. Nem azon fog múlni. Tehát röviden nem gondolom, hogy létezik olyan, hogy optimális edzésfelosztás. Én úgy gondolom, hogy olyan létezik, hogy az adott mindenkori, az adott pillanatnyi körülményeinkhez igazított optimális edzésfelosztás, ami mindig változik, ha a körülmények változnak. Tehát ha neked iskolába jársz és vizsgaidőszak van, vagy iskolaszezon, akkor lehet, hogy más edzésfelosztásra lesz szükséged. Hogyha te egy egyedülálló szülő vagy egyedülálló vagy, és aztán hirtelen párkapcsolatban élsz, akkor lehet, hogy emiatt több kötelezettséged lesz, ergo változik az edzésfelosztás. Megváltozik a munkád. Több fizikai aktivitásod lesz, vagy több stressz raknak rád, vagy előléptetnek, és nagyobb felelősség hárul rád, megváltozik ezáltal a regenerációd, ergo megváltozik az edzésprogram. Tehát nincs olyan, hogy optimális edzésfelosztás, szerintem olyan van, hogy pillanatnyilag optimális edzésfelosztás, ami lehet, hogy változik hetente, lehet, hogy évente, lehet, hogy soha. Igen, ezzel 100%-ban egyet tudok érteni, ezt én is tapasztalom saját magamon, hogy sikerül összeegyeztetni az edzést, meg az életvitelt, és most úgy érzem, hogy most vagyok azon a ponton, ahol soha nem voltam még ennyire, hogy mondjam, kiegyensúlyozott, boldog a sporttal, boldog az életemmel, és hogy ez a kettő, ez kéz a kézben jár, de már most látom, hogy a magánéletemben lesznek változások a következő egy vagy két évben, amik ismét egy kicsikét arra késztetnek, hogy pár dolgot átcsoportosítsak és áttervezzek. Meg az edzéssel kapcsolatban is, amit nekem nagyon gyakran szemet szokott szúrni, hogy mindenki nagyon kemény akar lenni, mindenki keményen akar edzeni, ezzel nincs is semmi gond. Viszont ami nekem például, amikor én elkezdtem úgy edzeni, én régen azzal a mentalitással mentem le mindig a terembe, hogy ismétlést nem hagyok a padon. Tehát én is, meg mindenki. A könnyű nap tegnap volt, és amíg ad a gép, addig én nyomom. És azt vettem észre, így utólag így már látom, hogy ez mennyire rossz ötlet volt. Nem mondom, hogy nem fejlődtem, viszont egy bizonyos pontig. Viszont ez a regenerálódásban olyan szinten visszaütött, hogy egy idő után, pár hónap után mindig, egyébként én nagyon egészséges vagyok, én nem szoktam beteg lenni, és hogyha egy egyszerű megfázás, hogy valami elér, én már szoktam ott aggódni, hogy valami nincsen rendben. Mert soha nem vagyok beteg, tényleg. És voltak bizonyos, mit tudom én, mindig olyan 5-6 hónaponta, ilyen, nem is tudom, egyszer például arra ébredtem, hogy ilyen kiütések jelentkeztek a testemen, és nem vagyok allergiás, semmire nem vagyok allergiás, és megijedtem, hogy mi a franc történik. Voltak ilyen ez a tipikus túledzettségi tünetek, amikor minden izmot fáj, minden csontot fáj, bőriritáltság, gyengeség, stb., és ez minimum egy hétre kivesz a teremből. És így utólag látom, hogy ez mennyire rossz ötlet volt, hogy oké, rendben van, hogy én megveregethettem a vállamat, hogy én keményen edzettem, de vajon ez mennyire volt produktív hosszú távon? Mennyire produktív az, hogyha valaki lesérül? És hozzáteszem, hogy szerencsés voltam, mert nem szedtem össze sérülést. Mert hogyha az ember összeszed valami komoly sérülést, az élete folyamán el tudja kísérni. Tehát ilyen szempontból én megúsztam ezzel, de ez nagyon rossz ötlet, hogy tényleg mindent, amire képesek vagyunk, az összes edzésen beletesszük. Nem, nekünk megvan a bizonyos optimális mennyiség, nem tudjuk pontosan feketén-fehéren, hogy mennyi, de van egy keret, amin belül tudunk kísérletezni, megpróbálunk elindulni a minimális végétől, és hogyha attól fejlődünk, akkor az tök jó. És szerintem ez mentálisan egy csomó embernél problémát okoz, hogy de hát menne még két ismétlés. Oké, itt a vége. Nem, tedd le, itt a vége. Következő nap, vagy mit tudom én, mondjuk két nappal később edzel, és van egy tervünk, hogy te mit szeretnél csinálni edzésen, addigra regenerálódnod kell, hogy úgymond tud hozni a papírformát. Ugyanakkor azt hozzáteszem, egyébként egy érdekes dolog, hogy honnan jön ez a bukásig edzés, hogy milyennek a történelme, nem is tudom, talán lehet sokan nem tudják, ugye a heavy duty, tehát ez a high intensity training, ugye a bukásig való, vagy akár a bukáson túl is való minimális volumen, maximális intenzitás edzéstílus, ez ugye Arthur Jones-tól ered, aki ugye a Nautilus gépek feltalálója volt, ő egy amerikai milliárdos volt, repülőgépei voltak, egzotikus állatokkal kereskedett a 60-as, 70-es években, nem ez a lényeg, és feltaláló volt, és ő találta ki ezeket a, azért hívják egyébként Nautilusnak, mert nem kör, tehát nem egy szabályos kör
a csigák átmenete, vagy áttéte, hanem egy ilyen furcsa, mint a Nautilus, ugye ez a tengeri csiga alak, ami ugye, ami azért olyan formájú, amilyen, mert azt jelenti, hogy gyakorlatilag változó terhelés van, ahogy mozgatod a gépet, tök mindegy, nem ez a lényeg, hanem ő egy gondolatkísérlet eredményeként jutott el addig, hogy bukásig kell edzeni, tehát nem volt a 60-as években erre semmiféle olyan technika elérhető, mint ma, hogy le lehet mérni az izmok aktivitását és a gének reagálását ugye az edzésterhelésre egészen genetikai szinten, ez még nyomokban se volt ilyen a 60-as években, de gondolkodni már képesek voltak az emberek, méghozzá elég jó irányba, még akkor is, hogyha hibás következtetést vont le a dologból, de a lényeg az volt, hogy azt tudták, hogy valamilyen edzésintenzitás generál eredményt, de azt nem tudták, hogy milyen edzésintenzitás generál maximális eredményt. 80%? 83, 72, 98, senki nem tudta. Ezért Arthur Jones úgy volt vele, ha minden edzésen 100%-ot adunk, bárhol is van az a pont, ahol maximális a fejlődés, biztosan átlépjük. Logikus, lehet, hogy csak 80%-ot kell beletenni, de ha minden edzésen megvan a 100, akkor biztos megvan a 80. Ez volt a gondolatmenet. De Arthur Jones fő alanya, akiken ugye ezeket a kísérleteit elvégezte, tehát ő azért nem a dolgozó szobában ülve találta ezt ki, hanem valódi testépítőkkel kísérletezett, és a legfőbb ilyen név, akikkel ő együtt dolgozott, ugye a Menzel testvérek voltak, és a Casey Viator, a legfiatalabb Mr. Amerikai győztes, 19 évesen lett profi, tök mindegy. Először is. Ezek az emberek a genetikai elithez tartoznak, tehát az ő eredményeik számunkra teljes mértékben irrelevánsak. Kettő. Volt egy ilyen kísérlet, ugye a Colorado kísérlet, ahol, mit tudom én, 30-valahány kilót sikerült Casey Viatornak ezzel a módszerrel hízni. Hát, ha az emberek hajlandóak lennének használni a tetves Google-t, akkor ki tudnák wikipédiázni, meg googlizni, hogy a Colorado kísérletnek pont az volt a lényege, hogy előtte Casey Viator nagyon sokáig nem edzett, rengeteg ideig nem edzett, naturál volt nagyon sokáig, és a kísérlet eredmény, a kísérlettel együtt óriási mennyiségű szteroidot kezdett el használni, visszaállt az edzésbe, plusz elkezdett kőkeményen edzeni, plusz valószínűleg a világ egyik legjobb genetikájú atlétájáról van szó. Tehát nem arról van szó, hogy felépített 30 kiló izmot ez alatt a kísérlet alatt, hanem visszaépített 30 kiló izmot, amit előtte leadott. Már ez is irrelevánsra teszi gyakorlatilag a kísérlet eredményét bárki más számára, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy amikor előjöttek azzal a dologgal, hogy 100%-ot kell teljesíteni, mert akkor biztos átlépjük azt a határt, ahol optimális a fejlődés, ezt szteroid használó genetikai elit sportolókon végezte el ezeket a kísérleteket Arthur Jones, nem gyűjtöttem maga mellé 100 naturál diákot, és rajtuk nézte meg ezt a dolgot, mert akkor egyikőjük se nőtt volna semennyit. De ez akkor nem is fordult meg a fejükben az embereknek, mert maga az edzés, az a sportolók hobbija volt, nem úgy nézett ki, mint ma, hogy mindenki edzőterembe jár. Tehát akkor az volt a lényeg, hogy a testépítőkből csináljunk jobb testépítőt, nem abból, hogy anyukámból csináljunk izmos anyukát. Senkit nem érdekelt. Ahhoz más stratégia kell, de ezzel nem foglalkoztak. Viszont ennek a módszernek ugye a rengeteg sérülés, meg a túledzés a hátulütője, de ez megint nem téma akkor, hogyha a kísérlet vagy maga az edzésperiódus relatíve rövid ideig tart, és genetikai elitről és szteroid használatról van szó, hiszen a szteroidoknak ez az egész lényege, hogy a regenerációt ki tudják tolni és maximalizálják, tehát az, ami naturál kőkemény túledzés, a szteroid használat mellett csont nélkül tolerálható lesz. De hát ezekről ugye nem beszél senki. És ezért van az, hogy rájöttek, hogy tehát megint, mikor azt mondom, hogy rájöttek, most az emberek azt hiszik, hogy itt valami új dologról van szó, de nem új dologról van szó, mert amiről most beszélek, ez a 60-as évek vége, 70-es évek eleje, és már akkor rájöttek, hogy ez annyira nem lesz jó, mert jöttek a sérülések, jött a túledzés. Egyébként sokan azt hiszik, hogy Arnold Schwarzeneggel olyan rohadt keményen edzett, egyáltalán nem edzett keményen Arnold, nem edzett bukásig, Arnold a volumen híve volt. Ő rengeteget edzett. 20, 30, 40 munkasorozattal edzésenként, heti kétszer, cserébe nem edzett keményen. Majd utána jött ugye az az időszak, az az éra a testépítésben, amikor elkezdtek keményen edzeni az emberek,
főleg Dorienét hatására, mert ő azt mondta, hogy mi a francnak csináljak 30 munkasorozatot, hogyha 6 is elég. Persze ma már Dorienét is azt mondja, 50 évesen, hogy a sportkarrierjének az vetett véget, ami eredményezte a sportkarrierjének a sikerességét, a túl kemény edzés. Mert állandóan megsérült, gyakorlatilag minden elszakadt, és vissza kellett vonulnia, pedig nem akart visszavonulni. Tehát nem mondhatjuk, hogy annyira jó ez a módszer. De persze megint, ahogy mondtam, az időintervallumot hozzá kell tenni. Mert hogyha az a célod, hogy 5 év alatt kimaxold a fizikumod, akkor csinálhatod ezt, csak nem fogod tudni csinálni 20 évig. Nagyon érdekes dolog, még azt akartam hozzáfűzni, egy perc, kicsit gyorsabb leszek, de ezt el kell mondanom, hogy Dorian Lace-re visszatérve, volt egy podcastben, egy kérdést feltettek ugye Broderick Chaveznek, és Lane Nortonnak is feltették ezt a kérdést valamelyik podcastben, hogy ha Dorian Yates úgy edzett volna, mint Lee Haney. Tehát ugye Lee Haney volt az, aki a kontrája volt a Doriennek, miszerint ne pusztítsd el az izmot, ne rombold le az izmot, stimuláld, és aztán etesd. Ez volt az ő mentalitása. És az volt a kérdés, hogy Dorian Yates ugyanazt az eredményt elérte volna-e, ha úgy edz, mint Lee Haney. És a szakértő válasza az volt, Broderick Chavez válasza az volt, hogy nem. És erre a válasz ez. Nem pedig ez. Ugyanis Dorian Yates homlok egyenes más személyiség volt, mint Lee Haney. Ha egy olyan embernek, mint a Dorian Yates, akinek egyébként a magyar megfelelőjének én például a Kati Bélát vagy a Bos Kornélt jelölném meg, ha azzal a mentalitással állsz hozzá az élethez és az edzéshez, mint ők, akkor számodra az a mentalitás, hogy fogd vissza magad az edzésen, ez nem fog működni. A testednek működne, mert a test mindenkinek ugyanúgy működik, de ennek itt nem működne. Mert ha Dorian Yatesnek azt mondták volna, hogy hagyd ezt, amit csinálsz, hagyd abba ezt, amit csinálsz, és edz úgy, hogy hagyjál 2-3 ismétlést a tankba, akkor abba hagyta volna francba ezt az egészet, mert ő nem azért ment a terembe. Ő azért ment a terembe, hogy harcolni kell, túlélés van, háború van, csatázni le kell győzni önmagam minden nap. És ennek volt a manifestációja a high intensity edzés módszer. Ami nyilván működik, genetikai elit, szteroidok, stb., de mindig megfizeti az ember az árát. Tehát, ha belevesszük a teljes pszichológiát és fiziológiát a képbe, akkor nagyon sok embernek igenis szükséges pukásig edzeni, de nem azért, mert a testének van erre szüksége, hanem az elméjének van erre szüksége. Azért, hogy egyáltalán eljárjon edzeni rendszeresen. És sajnos én is ebbe a kategóriába esek bele. Tudom, hogy nem kéne bukásig edzeni, tudom, hogy nem vagyok vele előrébb, tudom, hogy ez nem jó nekem, tudom, hogy ebből van egy rakássérülésem, de egyszerűen nem vagyok képes konzisztens lenni az edzésben, ha nem tudok legalább néha oda egy kicsit a terembe, holott tudom, hogy erre nincs szükség. És persze azt is bele kell mindig venni, mert mindig jön a klienseimtől ez is, hogy úristen, elnéztem a súlyt, véletlenül bukásig csináltam, és így nem. Nem arról van szó, hogy baj, ha bukásig edzel, hanem az a baj, ha mindig bukásig edzel. Egyébként meg kell bukásig edzeni, mert ha nem csinálod bukásig a gyakorlatot, honnan a Franckából tudnád, hogy hol kell megállni előtte egy ismétléssel. Tehát nem az a baj, ha bukásig edzel, persze, hogy kell bukásig edzeni, csak nem mindig. És óriási különbség van a között, hogy fiziológiailag kell-e bukásig edzeni, vagy a programhoz való ragaszkodás miatt kell-e bukásig edzeni. Mentális okai vannak annak, hogy bukásig kell edzeni, nem pedig fiziológiai. Nem ugyanaz a kettő. Nagyon jó gondolatok, nagyon jó gondolatok. Tehát itt is megint arra kanyarodunk vissza, hogy oké, hogy van egy irányvonalunk, oké, hogy megvan a papírforma, de megint milyen az életünk, és hogy tudjuk ezt beleilleszteni, milyen a személyiségünk, hogy tudjuk ezt beleilleszteni. Tehát akár melyik témakörről beszélünk, ha az étkezésről, ha az edzésről, mindig valahogy vissza kell kanyarodnunk, hogyha hosszú távon gondolkozunk az életstílusra és a mentalitásra és az egyénre. Én biztos vagyok benne, a Kornélt azt nyilván nem ismerem igazán, csak látásból ugye Debrecenből, de a Bélát azt nagyon jól ismertem, meg főleg a fiatal Kati Bélát, és tudom, hogyha például a Bohos Kornél vagy a Kati Béla nem edzhetett volna úgy, ahogy, akkor soha nem láttunk volna egy Kati Bélát vagy egy Bohos Kornélt a színpadon. Ez egész biztos. Ugyanakkor, ha mondjuk egy olyan mentalitású sportolónak, mint például a Lee Haney,
úgy kellett volna edzenie, mint a Kati Bélának, akkor soha nem lett volna belőle Mr. Olympia. Ez egész biztos. De nem a fizikális különbségek. Az ugyanaz. A mentalitás, ahogy mondtad, az ember személyisége az edzés stílusban sokkal többet számít, mint a fizikum. Fizikum az mindenkinek ugyanúgy reagál, csak más skálán. De ez az, ami meghatározza, hogy mi hogyan fogunk valójában edzeni, és mi mellett fogunk tudni ragaszkodni elég ideig ahhoz, hogy az eredményt is hozzon. Tehát lehet, hogy egy ideális edzésprogram például a, nem is tudom, a teljes testedzés lenne, ami nagyon távol áll tőle, de tegyük fel, hogy a teljes testedzés lenne optimális, akkor se csinálnám, mert utálom. Tehát nem csinálnám. Nem csinálnám. És ugyanez igaz a gyakorlatokra is, nem csak edzéstílusról beszélünk, hanem gyakorlatokról is beszélhetünk. Lehet, hogy vannak gyakorlatok, amik jobbak, mint a többi, de ha nem szereted azokat a gyakorlatokat csinálni, akkor nem fogod elég ideig csinálni ahhoz, hogy mutatkozzon az eredményessége ezeknek a gyakorlatoknak a többihez képest. Mert csinálhatsz te tökéletes gyakorlatot néha, de az semmivel nem visz téged előrébb. Akkor lennél előrébb, ha tökéletes gyakorlatot mindig, rendszeresen csinálnád, de ha nem szereted, akkor soha nem fogod elég ideig csinálni, hogy legyen értelme. Hát én mindig azt szoktam mondani, például írok egy edzéstervet, hogy vannak egy gyakorlatok, amiket nagyon szeretsz. És hogy ha csak nem megnevezel nagyon hülye gyakorlatokat ezen a listán, amire azt mondom, hogy ezt nem fogjuk csinálni, akkor mindig benne hagyom, akkor is, hogyha nem találom olyan feltétlenül optimálisnak, pusztán azért, mert szereted. Ha szereted, akkor csinálni fogod elég rendszeresen. Ha elég rendszeresen csinálod és beleteszed az intenzitást, akkor bármilyen gyakorlattól fogsz nőni, tök mindegy, hogy milyen gyakorlatot csinálsz, fogsz tőle nőni, kivéve a hülye gumiszalagot raksz a térdet köré, attól nem, de majdnem mindentől fogsz nőni, ha elég jól csinálod. Szuper. Ezzel szeretnék átkanyarodni egy másik témára, a táplálékkiegészítők témájára. Érdekelni fog, hogyha három táplálékkiegészítőt nevezhetnél meg, akkor miket fogyasztanál. Viszont még előszóként szeretném felvezetni, hogy a táplálékkiegészítők azok nem az első sorban vannak, hogyha testépítésről, sportról, egészségről beszélünk, hanem az egészséges étrend, és hogyha ez az étrend szorul táplálék kiegészítésre, akkor jöhetnek jól a bizonyos táplálék kiegészítők. Tehát szeretném, hogy nem is tudom, hogy kezdjük-e azzal, hogy mondjuk felsorolnád, hogy mondjuk, hogyha hármat választanál, amit, és csak ezeket fogyaszthatnád életed végéig, maximum hármat, lehetséges, hogy neked nincsen három, amit fogyasztanál, de maximum hármat, és hogy miért ezeket, és hogy mit gondolsz úgy unblock a táplálék kiegészítőkről, illetve hogy neked mik a tapasztalataid azzal kapcsolatban, hogy az emberek milyen táplálék kiegészítőket szeretnek szedni, milyen táplálék kiegészítőket akarnak szedni, általában miket fogyasztanak, és hogy van-e valóság alapja, vagy létjogosultsága, nem csak magának a táplálék kiegészítőnek, hanem kontextusba helyezve, az étrenddel párhuzamba hozva. Hát ha az a kérdés, hogy nekem, tehát hogy konkrétan jelenleg, az én jelenlegi körülményeim között nekem mi az a három, amit nem hagynék ki semmiképp. A fehérje port mondanám elsőnek, de hozzáteszem, hogy nem minden nap iszok fehérje port, mert ez is hullámzó. Ugyanis van, amikor nagyon könnyen tudok húst tenni. Bármennyire is furcsa, tényleg számomra is furcsa, van, amikor cson nélkül megeszek egy kiló húst, mert például a csirke mellett nagyon össze tudom sütni az airfryerbe apróra, tehát fél kilót megeszek együltő helyembe. Ha meg tudok enni egy kiló csirkét, ami nyilván nem minden nap, de van, hogy megy, aznap nem fogok inni turmixot, mert minek. De hogyha olyan napom van, hogy egész nap csinálom a YouTube-ot, konzultáció, edzeni megyek, és egyszerűen se időm, se kedvem, se étvágyam nincs megenni ennyi húst, akkor lehet, hogy lesz olyan nap, amikor megiszok 6 turmixot. Tehát én nem veszem táplálékkiegészítőnek a turmixot, mert az nekem ugyanolyan, mint a hús, csak porformában van. Tehát a fehérje port nem hívom én táplálékkiegészítőnek, az nekem étel. De hogyha táplálékkiegészítőnek soroljuk, akkor első helyen lenne. A második helyen megint egy olyan kiegészítő lesz, amit többség valószínűleg nem is igazán használ, és nem is használtatnék mással, de engem kérdeztél. Nekem a második helyen a CBD van. De ez speciális, mert nekem alvászavarom van, nekem inzomniám van gyerekkorom óta, plusz ráadásul ADHD-s vagyok, tehát én hiperfókuszált vagyok, de mindig multitaskolok. Ez azt jelenti, hogy egyszerre legalább 4-5-6 dolgot kell csinálnom, és nagyon-nagyon tudok fókuszálni valamire, de nagyon-nagyon rövid ideig. Uh-huh. És az ilyen termékek
segítenek, hogy ezt a kondíciót egy kicsit elviselhetőbbé tegyék. Na most ez úgy hangzik, mint valami mentális betegség, de ez egyáltalán nem így van, mondjuk ez nem jelenti azt, hogy nincs, csak nem ez az oka. Tehát az ADHD nekem segít aludni, segít fókuszálni. A CBD. A CBD. A CBD, igen, tehát a CBD nekem ebben segít. Másik, rettenetesen krónikus vágyulladásom van, ugye, ami nem az edzésből ered egyébként, hanem a rossz testtartásból, meg az állandó előre görnyedt ugye, gépelésből, meg SMS-ezésből, tehát egyáltalán nem az edzésből jön ez a dolog, de mégis ugye a jobb vállam előre esik állandóan, meg a nyakam, tehát állandó vállfájásaim vannak. Ez egy állandó gyulladást okoz a testemben, és a CBD az ugye gyulladás csökkentő. Tehát ezért van ez a második helyen. A harmadik helyre pedig én táplálékkiegészítő esetén, most így konkrétan látom a polcomat, szerintem a kreatin mondanám, de hozzá kell tenni, főleg a kreatinnál, hogy senki nincs azzal tisztában, hogy valójában a kreatin hogy is működik. És ami számomra ez megdöbbentő, mert a legrégebb óta kutatott, legtöbbet kutatott, legelterjedtebb táplálékkiegészítőről van szó, és mégse tudják az emberek, hogy hogy működik, ami félelmetes, tehát hízok tőle, meg elmegy az étvágyam, meg vizes vagyok tőle, komolyan mondom, mikor ilyeneket szoktam mondani, hogy bevizesedek a kreatintól, én azt szoktam mondani, hogy törölköz meg, vagy nem tudom, nem értem ezeket a kifejezéseket, félelmetes, miket mondanak emberek. A másik kérdésre pedig a válaszom az, hogy nem vagyok túl jó véleménye a táplálékkiegészítő marketingről, ami nem ugyanaz, mint a táplálékkiegészítő piac. A táplálékkiegészítő piacról nagyon jó véleményem van. Tehát én úgy gondolom, hogy szükségesek a táplálékkiegészítők, nagyon jó dolog a táplálékkiegészítés, tele van a polcom táplálékkiegészítőkkel mindig. Sőt, megmondom őszintén, nekem van egy ilyen, lehet ilyen fétisem, hogy főleg amikor diétázok, én állandóan táplálékkiegészítőket vásárolok, de én tehát nekem, én ezt csinálom. Tehát van, aki abban leli örömét, tudod, hogy elmegy moziba, van, aki ruhákat vesz, van, aki cipőket, van, aki órát, én táplálékkiegészítőt, akkor is, hogyha nincs rá szükségem. Mert azért lássuk, hogy a többségre semmi szükségünk. Viszont a marketinggel már nem vagyok annyira kibékülve. Tehát, hogy azt az üzenetet küldjük az emberek számára, hogy mindenkinek szüksége van táplálékkiegészítőre, ezzel viszont nagyon komoly problémám van. Hiszen a szó maga is csak azt jelenti, hogy kiegészítjük a táplálkozásunkat. Ergo, csak azzal kell kiegészíteni a táplálkozásomat, amiben hiány szenved. De amikor valaki azt mondja nekem, hogy ő megeszik egy kiló hús cson nélkül, és milyen fehérjét vegyen, akkor én el szoktam képedni, hogy mi a bánatnak neked fehérje, ha ilyen sok hús meg tudsz enni. Persze a másik véglet is, minden nap megeszek egy kiló gyümölcsöt, meg egy kiló zöldséget, kiegyensúlyoz a táplálkozásom, milyen vitaminra van szükségem? Hát leginkább semmilyenre. Mert nem kell. Nem kell. Ugyanez. Most kezdek el edzeni, leszeretnék adni egy pár kilót, milyen kreatint szedjek? Semmiet, mivel nincs rá szükséged. Azt kell megvenni táplálékkiegészítőben, amire szükséged van. Ugyanakkor szokták tőlem kérdezni, hogy átverésnek tartom-e a táplálékkiegészítő 90%-át. Nem lenne pontos a megfogalmazás, ha azt mondanám, hogy igen, mert aki egy picit is benne van a táplálékkiegészítő bizniszben, vagy árul táplálékkiegészítőt, vagy vezetett már boltot, az tudja, hogy a működő táplálékkiegészítőkre nem lehetne alapozni az ipart. Mert a fehérjéken, amik működnek, hiszen fehérje, a fehérjén minimális az árrés. Egyetlen egy táplálékkiegészítő cég sem tudna fennmaradni a piacon, ha csak fehérjéket forgalmazna. Úgyhogy ezen lendüljünk túl. Következő táplálékkiegészítő, kreatin. Annyira olcsó a kreatin, most mondjuk jelenleg pont nem, de úgy amúgy annyira olcsó a kreatin, hogy a kreatinon sincs elegendő ár, és az a cég, amelyik azzal jönne elő, hogy fehérje meg kreatin, az azonnal a csődbe menne. Következő lépcsőfok, vitaminok. Megint. Ha kis dózis a vitamin, akkor nem ér sokat, ha nagy dózis, akkor nagyon drága, nem veszik meg az emberek. Az olyan igazán jól dózisolt vitaminok, mint ugye a... Nem fogok márkát mondani, mert a te csatornádról van szó, majdnem kicsúszott. Szóval az a lényeg, hogy vannak nagyon jól dózisolt cégek, vagyis vitaminok, de azok meg drágák.
Tehát amikor egy vitamin már 18-20 ezer forintba kerül, akkor az már nem jó, az már sok. Jó, csak sok. Megint nem tartaná fent a céget. És ezért elmennek a cégek abba az irányba, hogy kiszolgálják a vevők igényeit. Na most, ha a vevőknek igénye van a, nem tudom máshogy mondani, a szarra, akkor a táplálékkiegészítők azt fognak nektek gyártani. Nem annyira nehéz azért rájönni, hogy mi az, ami működik, meg mi az, ami nem. Minimális angol tudás, vagy a Google fordítót segítségül hívjuk, és beírjuk a Google-be, hogy például te csatornáról van szó, úgyhogy nem. Meggondolom, hogy mit mondok, de olyat mondok, amiről mindenki tudja ma már, hogy nem működik. BCA. Beírom, hogy működik-e a BCA. És nem fogsz találni olyan tanulmányt, ami azt mutatja, hogy működik. Ellenben találni fogsz, én a múltkor találtam 10 perc alatt 100-at, ami bizonyítja, hogy nem működik. Az már azért viszonylag csökkent értelműeknek is adhat egy kis segítséget, hogyha nincs tanulmány arra, hogy valami működik, ellenben van több ezer arról, hogy nem, akkor az lehet, hogy nem működik. Arról nem is beszélek, hogyha ráforítod az időt és az energiát, és egy picit is utána olvasod, hogy hogyan is működik ez az egész, akkor már tudni fogod, hogy nem működik a BCA. De mégsem gondolom azt, hogy átverés, ha egy cég BCA termékeket forgalmaz, mivel igény van rá. És ha igény van rá, akkor nem átverés. Ugyanez igaz például a glutaminra. Most nem működik. Nem olyan nehéz rájönni, hogy nem működik, mert tényleg csak a Wikipédiát kell hozzá megtanulni, használni egy kicsit, vagy a Google-t, nem olyan bonyolult. De tegyük fel, hogy én egy táplálékeztető cég tulajdonos vagyok. És tudom azt, hogy a bevételem 70%-át a edzés előttik, a BCA-k, a zsírégetők és a glutaminok hozzák, és a maradék 20-30%-ot hozzák azok a táplálékeztetők, amik valóban működnek. Ki az a hülye, aki azt fogja mondani, hogy én ezeket nem fogom forgalmazni? Hát most könyörgöm, ez nem a vörös kereszt, ez egy biznisz, ez egy üzlet, egy szolgáltatás, és én ezt ugyanúgy, tudod, én erre azt szoktam felhozni, hogy ez ugyanolyan, mint mondjuk, és lehet, hogy majd sokaknak ez nem fog tetszeni, de hát ez a legkevésbé se számít nekem, mondjuk az iPhone. Az iPhone az pont ugyanazt tudja, mint az én szar Galaxy telefonom. Csak háromszor annyiba kerül. 99.9%-ban ugyanaz. Átvert téged az Apple, amikor négyszer annyiért eladja a szarját, ugyanazt a telefont, amit megveszel, ötöd annyiért? Nem. Miért nem? Mert meg akarod venni. Ergo, legyártják neked. Nem ver át, mert négyszer annyiba kerül, mivel kifizeted. És én ugyanígy vagyok ezzel is. Nem ver át a tápkiek cég, amikor legyártja neked a szar, glutamin, meg a BCA-t, mert ott van az információ az interneten, hogy nem működik. Nem titkolják el, senki nem, nincs összeesküvés elmélet ellenet, hogy eltitkolják, hogy a BCA nem működik. Több ezer publikáció és tanulmány bizonyítja, hogy nem működik, és ha te lusta vagy ezt megtanulni, lusta vagy ezt elolvasni, vagy lusta vagy ezt elfogadni, akkor semmi gond, vedd meg. Legalább fenntartod a cégeket. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy semmi baj nincs azzal, hogy az emberek megveszik a zsírégetőt, mert legalább én meg tudom venni a fehérjémet. Ugyanis ezek a cégek nem léteznének, ha te nem vennéd meg a zsírégetődet. A problémám ezzel az, amikor már a marketing kommunikáció elmegy abba az irányba, hogy hazudik. És céget nem mondok, de nevet mondhatok. Például most ugye a Berezki Krisztián az, aki elkezdte ezeket a reklámokat úgy prezentálni és úgy megfogalmazni, hogy az korrekt legyen. És nagyon remélem, hogy nem csak a versenyzők, hanem a cégek is elkezdik követni az ő példáját, mert nekem borzalmasan szimpatikus az, amikor valaki azt mondja, hogy nekem, most a Krisztiánról beszélek, hogy nekem 140 kilós magas szintű versenyzőnek lehet, hogy ezek a termékek előnyösek, az nem jelenti azt, hogy neked is az lesz, de vedd, megpróbáld ki, és meglátod. Na ezt már igenis zseni, ezt már jónak tartom, így kellene kommunikálni. Amikor azt mondják, hogy te vedd be a zsírégetőt, és akkor több zsírt fogsz elégetni, na ez nem jó. Amikor azt mondják, hogy igyál BCA-t edzés közül, mert jobban tudsz edzeni, na az nem jó. De az, ahogy a Krisztián fogalmaz, az jó, és úgy kellene csinálni. Tehát nincs egyértelmű válaszom arra, hogy rossznak találom-e, tudod, jelenleg a táplálékészítő piacot, mert
Igen, a terméke 90%-a nem ér semmit, de ha az a 90% nem találna gazdát, akkor a maradék 10%-ot nem tudnánk megvásárolni, mert csődbe mennének a cégek. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeket a termékeket nem kell eltüntetni a piacról, mert akkor eltűnnének a táplálékeztető cégek is, hanem talán inkább arra kéne fektetni a hangsúlyt, hogy az emberek megtanuljanak kontextusba gondolkodni, és el tudják azt dönteni, hogy nekik szükségük van-e az adott táplálékkiegészítőre. Legjobb példa mondjuk az L-karnitin. Most hoztam gyorsan egy példát. Én használok L-karnitint. De nem ugyanakkor a zsírégetés miatt, hanem... Pontosan, ugyanakkor minden videóba kiröhögöm az L-karnitin. Hiszen nem tesz hozzá semmit a zsírégetéshez, de a regenerációhoz, az anabolizmushoz és a szívegészségehez pedig hozzátesz. Viszont faktorálni kell az árat, mindig faktorálni kell az árat. Nekem nem anyagi megterhelés naponta 20 g L-karnitint fogyasztani. De ha neked ez 50-40-50 ezer forintba kerül havonta, és keresel 250 ezer forintot havonta, akkor iszonyú buta vagy, ha megveszed az L-karnitint. De nekem teljesen más most jelenleg ugye a körülmény, mások a körülményeink, más a fizikumunk, mások a céljaink, és ezért nekem lehet, hogy van értelme fogyasztani valamit, amit neked nincs. Nem ugyanaz a kettő. És hogyha a versenyzők ezt kommunikálnák le, hogy bizonyos táplálékeztőknek nekik azért van szüksége, mert ezért és ezért, akkor te ebből információt kapsz, te ebből tudásanyagot kapsz, és el tudod dönteni, hogy szükséged van-e az adott táplálékeztőre, vagy nem. És jelenleg én egyedül a Berecki Krisztiánnál látom ezt ebbe az irányba az utat, és remélem, hogy minél többen fogják ezt követni. Szerintem ez egy tök jó dolog, meg tök jó irány, mert egyrészt, ahogy mondtad, ezzel egyrészt helyre lehet rakni a dolgokat, másfelől meg ebből tényleg lehet olyan információt nyerni, hogy maga az ember is el tudja dönteni azt, hogy oké, akkor az én szituációmra ez mennyire érvényes, meg az, hogy oké, lehet, hogy segít, vagy hozzátesz mondjuk az egészséghez, fizikumhoz, stb., de vajon százalékos arányban mennyit? Tehát, hogyha még az étkezésemnek a csiszolásán tudnék egy jó, erős 30-40%-kal jobb eredményt produkálni, akkor nem biztos, hogy az adott táplálék kiegészítő, ami hozzárak mondjuk 2%-ot pluszba, nem biztos, hogy az lenne az első lépés, amit el kéne. Tehát itt is, hogyha első lépésben jó az étkezés, stb., akkor lehetséges, hogy a következő lépés egy adott táplálék kiegészítő. Például nekem is egyébként a személyes listámon az első helyen van a fehérje, ami valamilyen szinten mondjuk butaság lenne, ahogy te is mondtad, nem azért, mert ne tudnék elég húst tenni, vagy ne tudnék elég fehérjét tenni. Én személy szerint kevés húst eszem, és az is javarészt hal. Tehát nekem, de viszont soha nem szoktam szinte, 99%-ban soha nem szoktam, nem soha, ez most, tehát 99%-ban nem turmixot szoktam inni, mert én nem szeretek turmixot inni, én valamilyen fehérjés ételt szoktam elkészíteni. Tehát az valamilyen fehérjés sütemény, vagy valamilyen, mit tudom, ilyen fagyi, vagy mit tudom én, ilyen kvarkba belekeverem, natur joghurtba, stb. És nekem ez tök jó. Igen, hozzáadok gyümölcsöt, stb. És nekem ez így tök jó. És általában mondjuk van 4 étkezésem egy nap, és abból mondjuk 2 simán valamilyen fehérjés étkezés. És nekem a diétám ettől sokkal jobb lesz, élvezhetőbb lesz, és egyszerűen jobb. De viszont maga a turmix az nem foglal annyi helyet a gyomromba, engem az nem elégít ki. Tehát ezért kell, hogy a fehérjét valamilyen étel formájában fogyasszam, úgy viszont... Hogy megvág, így van. Igen, úgy viszont tök jó, és tök jó el vagyok vele, és nekem iszonyat szinten fel tudja dobni a diétámat. És ráadásul, hogy még árnyaljam egy kicsit ezt a táplálékeztető dolgot egy mondat erejéig, hogy mennyire kontextus kérdés ez a dolog. Ez egy kérdés is lesz egyúttal feléd, hogyha ragadjunk ki egyet, BCA, a legnagyobb baromság. De a BCA az ugye... Na jó, belemegyek, egy mondat. BCA az olyan, ugye sokan azt szokták mondani, hogy a leucin az anabolikus folyamatoknak a kapcsolója. De az, ha már itt vagyunk ennél a hasonlatnál, akkor az valóban tényleg olyan, mint egy villanykapcsoló, felkapcsolja az anabolizmust. Fasza. Csak attól még, hogy te felkapcsolod a villanykapcsolót, nem fog felgyulladni a lámpa, mert ahhoz szükség van előbb a vezetékekre, szükség van a földelésre, szükség van az áramforrásra, a villanykörtére, annak a házára, a foglalatra. Ami nincs benne a BCA-ban, az csak egy szaros villanykapcsoló, nem ér semmit. Nyomhatod te magadba kilószámra, semmi nem fog történni. Ahhoz
az összes aminosav egyszeri jelenléte szükséges, hogy az anabolizmus megtörténjen. De nem létezik teljes aminosav lánc leucin nélkül. Nem tudsz fehérjét fogyasztani úgy, hogy abban nincs leucin. De tudsz leucint fogyasztani úgy, hogy abban nincs fehérje. Táplálékésztő. Ez olyan, mint a bemész a ilyen áruházba, és az egyik polcon csak villanykapcsolók vannak, a másik polcon meg villanykapcsoló, plusz vezeték, plusz áramforrás, plusz villanykörte, plusz minden. És te azt mondod, én nem veszek meg mindent, nekem csak a kapcsoló kell. Semmit nem érsz azzal a tetves kapcsolóval, mert ha fehérjét fogyasztasz, abban mindig van villanykapcsoló. De a villanykapcsolóban nincs vezeték meg áram. Nem érsz semmit. De mi van a villanykapcsolóban, ergo a BCA-ban? Energia, cukor, glikolitikus aminosavak. Most mondhatnák, hogy de hát megvettem a BCA-mat, és az van ráírva, hogy nulla kalória. Na most ehhez tudni kéne a címkézési szabályokat. Ha valamiben per adag kevesebb kalória van, mint 5 kalória, akkor rá lehet írni a nullát. Magyarul, ha egy cég azt mondja neked, hogy egy adag BCA 5 gram, és ergo ezzel bejuttatsz magadba mondjuk, most mit tudom én, mondtam egyet, 4 gram fehérjét, szorozva 4-jel 16 kalóriát, most csak mondtam egyet, na jó, hát nem jót mondtam, mert akkor túl sok lenne. Azt mondja neked, hogy 3 gram, 3 gram a dózis. Akkor 3 gramban lesz mondjuk 5 kalória. Azt írhatja nullának. De te nem 3 grammot fogyasztasz belőle, hanem 10-et, 20-at, 25-öt, ami már 30-40-50 kalória lesz. Tudom, hogy nem számít nyilván, de amikor egy nagyon-nagyon kiélezett, éhes állapotban vagy, egy nagyon erős diétában, egy nagyon erős deficitben, és elmész edzeni, és szédülsz el az éhségtől, és megiszol 20 gram BCA-t, ami pont olyan, mintha megittál volna 12 gram cukrot, akkor jobban fogod magad érezni az edzésen, pont annyival, mintha megittál volna 12 gram cukrot. Ergo, azt mondják az emberek, ilyenkor általában a versenyzők, ez a tipikus bro science, de hát én érzem, hogy a BCA-tól jobban tudok edzeni. Hát mert van benne 10 gram cukor, vagy nem cukor, de úgy működik. Glikolitikus aminosav. Energiaforrás. Energiaforrás. Ugyanez igaz a glutaminra. Bedobsz 20 gram glutamint, bedobsz 20 gram BCA-t, ezzel bedobtál mondjuk 80-100 kalóriányi cukrot lényegében, és jobban érzed magad az edzésen. Varázslat, tényleg. Ugyanezt elérted volna, ha eszel egy fél almát. De ez a bajom. Tehát a bro science nem téved, a bro science soha nem téved. Amikor az én csatornám még a logóm is az volt az elején, hogy hagyjuk a bro science-t, a bro science soha nem téved. A versenyzők annyira érzik és értik a fizikumukat, a saját fizikumukat, hogy az ilyen apró különbségeket észre tudják venni. És ez zseniális. Ez teszi őket versenyzővé. Ez teszi őket jobbá, mint mi. Ez teszi őket különbé, mint mi. Hogy ők fel tudják ezeket a dolgokat ismerni. Hogy beszedek valamit, jobban tudok tőle edzeni. A baj ezzel az, hogy nem azért tudsz jobban edzeni, amit beszedtél, hanem ami utána történt. Lebontotta a testet cukorrá, kaptál egy kis energiát, jobban tudsz edzeni, de ehhez nem BCA kell, hanem ihattál volna egy deci gyümölcslevet, és ugyanaz. Csak ezt már nem fogadják el, és ugyanez igaz a glutaminra. Az emberek azt mondják, hogy csináltam egy versenykészülést, aztán csináltam egy versenykészülést rengeteg glutaminnal, és jobban éreztem magam, kevésbé voltam éhes a glutaminnal, ergo a glutamin működik. Nem. A glutamin ugyanúgy egy glikolitikus aminosav, ugyanúgy energia van benne, hát ha minden nap megiszol 30-40-50 gram glutamin, az olyan, mintha meginnál 20-30 gram cukrot. Hát persze, hogy jobban fogod magad érezni. És jobban is fogsz valószínűleg teljesíteni a terembe miatt, ergo egy 6 hónapos készülés végén lehet, hogy egy ilyen apró különbség miatt jobban fogsz kinézni. A kérdés csak az, hogy mondjuk, hogyha... Igen, kérdés csak az, hogyha mondjuk volt egy 2500 kalóriás diéta előtte, és most is egy 2500 kalória glutaminnal, BCA-val, stb. Bele van-e számolva? Bele van-e számolva, vagy azon felül volt ez a plusz? Sosincsen beleszámolva, mert ezekre a termékekre nulla kalória van írva, de ez azért van, mert a címkézési szabályokkal játszanak a gyártók, ami nem jogellenes, hiszen
Ez csak akármelyik élelmiszergyártóval egyébként kerekíthetnek. Ugyanezt csinálják az élelmiszergyártók, hiszen megengedett, ez nem jogellenes, ez nem a vásárló átverése, akkor lenne átverés, ha törvényt szegnének, de nem szegnek semmilyen jogszabályt és törvényt meg ezzel, csak kihasználják a szabályokat. Ami nem annyira jó, de hát megint ott az internet, utána lehet nézni, címkézési szabályok, OET-i szabályok, FDA szabályok, nem olyan bonyolult, egy óra alatt bárki meg tudja tanulni, és akkor már mindjárt képbe vagy. Ugyanez a zsírégető. Én is javaslok zsírégetőt a klienseimnek, van az a pont a diétában, de elmagyarázom, hogy ettől te nem fogsz több zsírt égetni, mert az lehetetlen. A zsírégetés sebességét kizárólag a kalóriadeficit határozza meg, semmi más a világon. Mondhatnád, akkor mi a bánatnak írok én mégis elő zsírégetőt valakinek? Hát általában azért van bennük koffein, és hogyha ez segít nekik mondjuk a napközben egy kicsikét aktívabbnak lenni, és ezáltal többet mozogni, akkor ezáltal mégiscsak indirekt módon segít. De kérdés az, hogy zsírégető kell-e, vagy esetleg egy fekete kávé, vagy pontosan, de van, amikor azt érzem már én is a kliensen, hogy kezdi elveszíteni a hitét saját magában, kezdi elveszíteni a hitét a módszerben és a diétázásban, akkor én is azt szoktam mondani, hogy tudod mit, dobjunk be egy zsírégetőt. Mert ha azt mondtam volna, hogy dobjál még egy fekete kávét, akkor nem vagyunk vele előrébb. Mert emiatt. Igen. És ezt szolgálom ki úgymond a zsírégetővel, nem pedig ezt. A testetek nem tesz semmit a zsírégető. De hogyha te azt hiszed, hogy a zsírégetővel aktívabb tudsz maradni, akkor aktívabb leszel. Ha te azt hiszed, hogy a zsírégető elveszi az étvágyadat, akkor végül is elvette az étvágyadat a placebo, ergo be tudod tartani a diétádat, mert nagyon fontos dolog a placebo. Én tudod, mint én úgy vagyok vele, én ezt már 8 éve mondom mindenkinek, és annak ellenére, hogy ezt mondom, mégis mögém állt egyébként egy CBD táplálékegészítő cég, pedig az meglepő, mert én azt szoktam mondani, hogy én ugyan 8 éve használok CBD-t, de nem tudom, hogy működik-e vagy nem. Mert honnan a francból tudjam? Hiszen jobban alszok. Általában igen, de én használok altatót is, én használok gabát, én használok melatonint, én használok triptofánt, tehát fogalmam nincs, hogy a CBD miatt alszok-e jobban, vagy nem. A vállam jobb állapotban van, mint régebben, ergo olyan, mintha működne a CBD gyulladás csökkentő hatása, de ugyanakkor fizioterápiára járok, minden héten nyújtani kezdtem, sokkal jobban figyelek a végrehajtásaimra, sokkal kevesebb fizikai munkát végzek, mint 5-10 évvel ezelőtt. Fogalmam nincs, hogy működik-e a CBD vagy nem, de ettől függetlenül 8 éve használom. Én azt mondom, ha te szedsz valamit, mondjuk most legyen szó az alvás javításáról, mondjuk triptofán. Szedsz triptofánt, és jobban alszol, és csak a placebo miatt alszol jobban. Végülis mi volt a cél? Hogy jobban aludj. Hát akkor végülis jobban alszol. Igen, elérted. Én így állok hozzá a táplálékészítőköz, hogyha te azt hiszed, hogy a táplálékészítő működik, és annak a táplálékészítőnek a megvásárlása nem jár számodra aránytalan anyagi teherrel, akkor is vedd meg, hogyha a hatás valószínű csak placebo lesz, mert végül is az is működik. Hát ha te azt hiszed, hogy kevésbé vagy éhes, és emiatt a diétád elviselhetőbb lesz egy zsírégetőtől, és az a zsírégető nem kerül 50 ezer forintba, akkor vedd meg azt a zsírégetőt, hiszen a célt elértük, be tudod tartani a kalóriadeficitet. És mondok valamit, amivel lehet elveszítem a feliratkozóim felét, én is szoktam zsírégetőt venni. Pedig tudom, hogy nem működik. Mert van az a pont, amikor azt érzem, hogy egyszerűen muszáj valamivel megtámogatnom a diétámat, még akkor is, ha tudom, hogy nem működik. De megveszem, mert azért a 20 éves agymosás az nekem is megvan a fejemben, mint mindenkinek, és ezért megveszem, anyagilag nem terhel meg, megvettem, legfeljebb kidobtam a pénzt, ha meg segített 1%-ot, na az is egy olyan 1%, ami amúgy nem lett volna meg. De ha már azt is faktoráljuk, hogy ez van, akinek anyagilag megterhelő, akkor azt mondom, hogy ahelyett a 20 000 forint helyett, vegyél 20 000 forintért csirke mellett, az biztosan jobban fogja segíteni a diétádat. De ha már az megvan, meg ez is megvan, meg az is megvan, meg minden megvan, és még mindig kell valami, éppen miért ne? Vedd meg a zsírégetőt. De azért azzal legyél tisztában, hogy nem fog működni. Nekem az a bajom, amikor azt mondják emberek, hogy persze sokkal jobban fogytam, mikor szedtem a zsírégetőt. Mert hittél benne, és jobban betartottad a diétát. Ilyen egyszerű. Ennyi. Placebo. De végül is működött, mert a placebo működik. Szerintem sikerült ezzel helyre rakni ezt a táplálékkiegészítő témakört.
Úgyhogy én ezzel tovább is mennék a következő témánkra, ami engem rettentően érdekel a te szemszögedből. Mert egyrészt én ezen gondolkodtam már korábban, évekkel ezelőtt, hogy a testépítés ugye egy esztétikai sportág. Tehát ott nem feltétlenül a teljesítmény az edzőteremben van, és amit prezentálnak, az esztétikum. Ott nincsen ugye súlyemelés, semmi. Hogy aki mondjuk ebben a világban mozog, akár versenyző, de nem is feltétlenül versenyző, hanem hobbi sportolóként is, azon dolgozunk ugye, hogy hosszú távon elérünk egy jó fizikumot, csiszoljuk a fizikumunkat, egy olyan szintre szeretnénk elérni, amivel elégedettek vagyunk, hogy jól érezzük magunkat a testünkben, és ugye azért egy eredményhez azért hosszú évek munkája szükséges. Mi történik szerinted akkor, vagy te hogy éled meg személy szerint azt, hogy tudod azt, hogy mondjuk 10, 15, 20 vagy 30 év múlva nem úgy fogsz kinézni, ahogy most? Vannak-e ezzel kapcsolatban gondolataid, vagy hogy mit érzel ezzel kapcsolatban? El tudod ezt fogadni, vagy még küzdesz, vagy hogy éled meg lelkileg ezt? Nagyon jó kérdés, és nagyon rossz lesz rá a válaszom. Megmondom őszintén, ahogy mondtam is ugye az elején, hogy az, ahogyan én felnőttem, az a közeg. Tehát én közvetlenül általános iskola után azonnal bekerültem az edzőterem világába, és idézőjelbe sajnos azonnal élsportolók közé. Tehát nekem nem volt meg az az átmenet, hogy elkezdtem edzeni a diáktársaimmal, aztán egy kicsit az idősebbekkel, és aztán láttam izmos embereket, hanem 14 évesen besétáltam az első edzőtermembe, Debrecenbe, és a pult mögött egy versenyző állt, a pult előtt egy versenyző állt, és pár hónap múlva pedig a terembe elkezdett teremedzőként dolgozni a 120 kilós Kati Béla. És már akkor a legelső ember, akit láttam az edzőterembe, itt egyébként 99-2000-ről beszélünk, már Csuhai Jani volt, aki ugyanúgy nézett ki, mint most. Tehát én innen indulok, és ezért sajnos az én képem az nekem ehhez igazodik. Plusz ebbe bejön az, hogy elkezdtem ugye edzeni velük, és én már gimnáziumban relatíve olyan fizikumom volt, amivel úgy nagyjából lehetett volna juniorba versenyezni. 21 évesen meg már felnőtt mezőny szint volt, most ezzel lehet vitatkozni, hogy mennyire volt jó vagy rossz, de nem úgy néztem ki, mint a 21 évesek többsége. Na most ez ugyanakkor sajnos el is tudja az embert eléggé cseszni fejben. És nem tudok ezen túllendülni, sajnos. Ezt meg kell, hogy mondjam, hát ezt még nem mondtam így senkinek, csak a páromnak. Nem tudok rajta túllendülni. Megpróbáltam, és volt egy 6 éves időszakom, tavaly évvel előtt visszamenőleg, tehát 2014-től durván 2020-ig, vagy 15-től 21-ig, már nem tudom pontosan, körülbelül egy 6 éves időszak, amikor azt mondtam, hogy na jó, ez ennyi, tehát ugyanúgy megmaradt az életstílus, a kaja, az edzés, a táplálékészt is, minden ugyanaz megmaradt, csak kivettem a képből ugye a teljesítményfokozást. Az első egy év az borzalmas volt, pedig nincs nagy különbség. Na most szerintem ez nem titok, meg nincs ezzel semmi probléma. Én mindig csak tesztoszteront használtam, mindig is csak azt fogok, az nem biztos, hogy azt fogok, de eddig csak azt használtam, és csak 250 mg-os mennyiségben, ezt most csak azért mondom, aki valaha is használt, vagy benne van ebben a világban, az tudja, hogy ez mit jelent. Senki nem használ ilyen keveset. Tehát ma valaki lemegy edzeni, azonnal a duplájával kezd. Én még senkit nem hallottam, hogy ennyit használjon, mint én, és én ezt használom 20 éve. Tehát nem mentem fölé. Ergo, nyilván nem vagyok naturál, de majdnem, ha érted, mit akarok mondani. Igen. Tehát a 250 mg tesztoszteron elhagyása után nincs visszaesés. Jó? Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy 20-30%-ot ingadozik a külső, mint amit egyébként a nem naturális a naturál közti különbség adna, mert az én nem naturális naturál fizikumom közti különbség az nincs 5 kiló. De az pont elég ahhoz, hogy borzalmasan érezzem magam. Ugyanis itt nem külsőségbeli dolgokról van szó, hanem regeneráció, étvágy, alvás. Az a baj ezzel, hogy egy idő után az az állapot, amikor nem vagy naturál, az válik normálissá.
Tehát, hogyha te, mert tudom, hogy te naturál vagy, meg versenyeztél naturálba, ha te most elkezdtél... Soha nem versenyeztem naturálba. De a lényeg, hogy naturálba. Igen. Igen, és hogyha te elkezdenél használni 250 mg tesztoszteront, akkor te éreznéd azt, amit én már nem. Te azt éreznéd, hogy basszus, de jól durranok, bakker, de jól alszok, úristen, ennyi munka mellett is le tudok edzeni. De 2-3 hónap után már nem éreznéd a különbséget, ugyanis az válik normálissá. És amikor elhagyod azt a kevés kis tesztoszteront, akkor fogod magad szarul érezni. De az, amit te szarnak érzel, az lenne a normális. Ez olyan, mint amikor az emberek állandóan kávéznak, és 10 év után azt mondják, hogy abba hagyom a kávézást. És úgy fogják magukat érezni, mint egy darab mosott szar egész nap. De az a normális. Sajnos a koffeinnel felpörgetett idegrendszer vált számodra alappá, és minden, ami annál rosszabb, az rossz. De ami annál rosszabb, az lenne a normális. Na most ugyanebben a helyzetben vagyok én is sajnos, hogy nagyon kevés teljesítményfokozót használok, olyan keveset, ami a fizikumomra szinte nincs is hatással külsőleg. Ugyanígy néznék ki naturálba. Én versenyeztem naturálba, ugyanígy néztem ki. De azért ez nem naturál. És amikor elhagytam ezt, akkor éreztem, hogy sokkal kevesebbet bírok edzeni, sokkal kevesebb súlyt bírok, sokkal kevesebbet tudok edzeni, sokkal rosszabbul alszok is, és az egész egyszerűen csak nem érződik jónak. Nem válsz függővé. Tehát ez nagyon fontos megérteni, hogy a szteroidok nem tesznek függővé fizikálisan. Ez nem olyan, mint a nikotin. Nem leszel függője a tesztoszteronnak. De annak az érzésnek, hogy minden téren jobban működik a tested, annak viszont függője leszel. Ez nem is kérdéses. Nem a külsőnek, soha nem nézek a tükörbe, most neked felvettem így az atlétát, de soha fel nem vennék atlétát, mert nem érdekel, hogy nézek ki. A videókat, hogyha csinálom ugye a terembe, felveszek egy atlétát, de amúgy hülyének néznek a terembe, mert oda járok 10 éve, sose láttak még atlétával. Mert én nem veszek fel, tehát nem érdekel, hogy nézek ki. Nem a fizikum az, ami függővé tesz, hanem az érzés. Az az érzés, hogy jobban funkcionálsz minden téren. És ez az, ami problémát okoz, és ezzel küzdök. Tudom, hogy abba kell előbb-utóbb hagyni nyilván, mint mindent. Magát az edzést is abba kell hagyni. De tudod erre, ahelyett, hogy válaszolnék, visszakérdezek. Ha tudod azt, hogy előbb-utóbb úgy is abba kell hagynod az edzést, mert nyilván abba kell, ha más nem, akkor azért, mert 82 éves leszel, de abba kell, akkor helyén való-e az a mentalitás, hogy akkor el se kezdek edzeni. Mert hát egyszer úgy is abba kell hagynom. Na most ugyanerre vissza tudom azt is kérdezni, hogy tegyük fel, ez most csak való életben példa, én nagyon szeretem az autókat. Venni akarok egy autót, egy másodikat. Csak hobbinak. Nem, mintha lenne rá időm, de tegyük fel, hogy majd lesz időm beleülni. És ha azt a gondolatmenetet követem, amin vakerálok egyébként hetek óta, hogy minek vegyek egy második kocsit, amikor előbb-utóbb úgy is el kell majd adnom valami miatt, akkor meg se vegyem. Pedig lehet, hogy amíg meg lenne, ki tudnám élvezni. Na most ugyanígy állok ehhez hozzá. Tudom, hogy abba kell előbb-utóbb hagynom a teljesítményfokozók használatát, ez nem is kérdéses, de akkor ennyi erővel el se kellett volna kezdeni. Viszont, ha el se kezdtem volna, akkor nem válok sportolóvá, nem lettek volna versenyeredményeim, nem mintha lett volna, de ami van, arra is legalább büszke vagyok. Nem lenne YouTube, valószínűleg nem lenne coaching, ergo nem biztos, hogyha visszacsinálnám, akkor visszacsinálhatnám, akkor visszacsinálnám. Én inkább úgy vagyok vele, hogy csináld, amitől jónak érzed magad, és majd megfizeted az árát, mint mindennek. Broderick Chavez legjobb mondása, muszáj vagyok ellopni tőle ezt is, mindig azt mondja mindenre, hogy there is no free ride. Ami azt jelenti, hogy minden, ami előnnyel jár, annak van hátránya is. És nincs olyan, hogy valami csak pozitív. Nem létezik ilyen a világon. Noha az edzés sem csak pozitív. Egészségesebb leszel tőle, fittebb leszel tőle, fasza. De ha elkezdünk beszélni az oxidatív stresszről, az ízületek kopásáról, a test elhasználódásáról, a szívizom megnagyobbodásáról, már mindjárt nem olyan pozitív a dolog. Attól még nem mondanám senkinek azt, hogy ne edzen. Mindenre igaz. És szerintem erre is.
biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly problémáim lesznek a jövőben, mentálisan, ez 100%. Sokkal komolyabb szerintem, mint amire most számítok. Ugyanakkor szerencsére a párom pszichológus, az sokat segít. Viszont úgy gondolom, hogy bárki, aki a fizikális fejlettségnek elér egy bizonyos szintjére, most ezt nem azt akarom mondani, hogy én azon a szinten vagyok, de aki drasztikusan máshogy néz ki, mint a többség. Így mondanám. Nem akarom direkt azt mondani, hogy sokkal izmosabb, mint az átlag, mert nehogy azt mondják az emberek, hogy magamról beszélek. Bár éppen mondhatnám ezt is. Aki izmosabb tud lenni, mint az átlag jóval, és azt hosszú ideig tudja fenntartani, mert ha kigyúrod magad nyára, az nem ér sokat. De én így nézek ki 20 éve. Nekem ez az én képem. És ha nem így nézek ki, akkor az olyan, mintha te most hirtelen meghíznál 200 kiló zsírt. Hogy így látnád magad a tükörbe, de azt mondanád, hogy ez nem én vagyok. Na, én ugyanezt érzem. Ha nem így nézek ki, akkor azt érzem, hogy az nem én vagyok. Ami nem jó. Tehát ez nem helyes, ez nem egy egészséges gondolkodás, ez probléma, amit kezelni kell. Csak jelenleg nem vagyok abban az életstádiumomban, hogy azt érzem, hogy ezzel most kell megküzdenem. El kell kezdeni gondolkodni rajta, de nem most kell ezzel dealing, tehát nem most kell ezzel megküzdenem. De erre fel kell készülni mindenkinek, ez teljesen egyértelmű. Ez csak az érti meg, aki hasonló cipőben van. Tehát az, aki 80 kiló, és akkor ha nem edz, akkor 79, ugyanaz. De hogyha valaki tényleg felmegy abba a fizikális fejlettség azon szintjére, hogy 100, 110, 120 kilós fizikumokról beszélünk, és nem Lagzi Lajcsiról beszélek, hanem tehát azért sportoló fizikumról, akkor ott már nagyon-nagyon el tudja rontani az én képet, ez a dolog. És figyelj, megint azt tudom elővenni, szteroid használatról beszélünk, nyilván burkoltan vagy nyíltan valamilyen szinten, hogy mindig azt szoktam mondani, szintén megint csak Broderick Chavez-től tudom lenyúlni ezt a dolgot, például a tesztoszteron pótlás idősebb korba. Ugye a tesztoszteron terápia, hormon replacement, HRT terápia. Az okkal történik, hogy te a korral kisebb leszel és gyengébb. Ennek oka van. Nem az az oka, hogy te ne funkcionálj, ennek sokkal mélyebbre, sokkal messzebbre visszamenő biológiai, evolúciós okai vannak annak, hogy a testednek csökken a tesztoszteron szintje, ezáltal csökken ugye a szaporodásra való hajlam, ezáltal csökkennek a harcok, csökken a fizikális igénybevétel, tehát tovább élsz, stb. Tök mindegy. A kisebb test tovább él, ezt mindenki tudja ma már, remélem. Kisebb testű kutya tovább él, kisebb testű macska tovább él, minden ember kisebb testtel tovább él, nincs 120 kilós 90 éves. Ez ilyen nem létezik. Mint hogy nincs 100 kilós 80 éves, ez nem történhet meg, ez nem létezik ilyen. Okkal leszel kisebb és gyengébb. Ha te a hormonterápiával nem engeded a testedet, annak természetes medrében, ugye egy lefelé menő skálán erőt és tömeget és izomtömeget és tesztoszteront veszíteni, akkor megrövidíted az életedet. Te javítod az életminőségedet. Hiszen 60 évesen is aktív és teljesítőképes férfi leszel. Még 65 évesen is el tudsz járni a terembe. Még 70 évesen is el tudsz járni a terembe. De nem élsz ezáltal hosszabb ideig. Ez biztos. Rövidebb ideig fogsz élni. De ameddig élsz, az minőségi élet lesz. Tehát amikor feltetted ezt a kérdést, ugye, hogy a jövőre nézve hogyan fogom én ezt kezelni, hogy a fizikumom nem olyan, amilyen, és nyilván nem kimondottan, de a szteroid használatról is beszélünk jelenleg, akkor én erre azt mondom, hogy nem biztos, hogy abba fogom hagyni. Mert a tesztoszteron terápia is végül is szteroid kúra. És én lehet, hogy úgy fogok dönteni 50-60 éves koromban, hogy nem élem meg a 80-at, valószínű, lehet, hogy csak 70-et, vagy 65-öt, viszont akkor még 60-65 évesen is le tudok hajolni, felvenni a saját cipőmet. Mondjuk azt most se tudom megcsinálni, úgy felderekam, de nem az a lényeg, hanem hogy fizikálisan teljesítőképes fogok tudni maradni, és fit. Ezt akartam ezzel kihozni, még annak ellenére is, hogy ezzel potenciálisan esetleg megrövidítem az életemet. De ez mindenkinek egyéni kérdés, tehát egyéni döntés kérdése. Én lehet, hogy azt választom, hogy a lehető leghosszabb ideig megpróbálok sportoló maradni, akkor is, hogyha ezzel
esetleg rövidebb ideig élek. Van, aki azt mondja, hogy nekem nem baj, ha az életem utolsó 20 évét ágyba töltöm, és egyedül nem tudok kimenni a WC-re se, de éljek 90 éves koromig, mert unokák, család, stb. Azt is megértem, sőt, még azt jobban megértem. De én nekem jelenleg ugye a két cicán kívül nincs más gyerekem, valószínűleg sajnos túl fogom élni a gyerekeimet, úgyhogy számomra nem szempont ez, tudod, hogy minden áron 90 éves koromig élni akarok, mert nem akarok. És hogyha leegyszerűsítem ezt egy kicsikét, és, mert amit, amiről beszéltél, az, az szerintem egy tök jó dolog, csak hogy leegyszerűsítsük a többieknek is. Tehát te nem feltétlenül az izomtömeg oldaláról közelíted meg a tesztoszteronkúrát, abszolút hanem nem. Az egészség szempontjából. Tehát hogy a te fizikai és mentális jólétet. Tehát te, hogyha tegyük fel, használnál ilyes valamit, akkor te nem azért használnád, hogy egy 2 centivel vagy 3 centivel nagyobb legyen a bicepszed, hanem azért, hogy az életminőséged jobb legyen, amit egyébként külföldön már bevált dolog egy bizonyos év fölött, hogy egyszerűen a naturál szintre visszahozzák a tesztoszteron szintet, és ezzel az életminőségen javítanak. De ez nem egyenlő azzal, hogy automatikusan izmosabb lesz, és automatikusan nagyobb biceps a cél, vagy valaki versenyre készülne, mert tegyük ezt hozzá, hogy ezek a mennyiségek versenyre nem elegendőek, hogyha valaki nem naturál sportoló. Viszont, hogyha az életminőség ezzel javul, és ezzel egy minőségi életet tud valaki élni, az megint más kérdés. Tehát Ez szerintem egy tök jó dolog, és tök jó gondolatmenet volt a részedről, mert szerintem ez itt is, ez elválasztja az embereket, mert valaki például nem tud megszabadulni a nagy bicepstől, és mindig akarja a nagy bicepset. Azt nem én vagyok. Igen, tehát ebből is látszik, hogy itt is azért külön utakon járnak az emberek, és te az egészséged, a jóléted, úgymond, inkább azt nem azt mondom, hogy egészség, az életminőséged miatt választanád ezt az utat, nem azért, mert kockás hasat akarsz, vagy... Persze, az nem, az soha nem is érdekelt, meg valószínűleg nem is fog soha, de az, hogy én 184 centi vagyok, és most vagyok a legkisebb testsúlyomnál, ami az elmúlt 10 évben előfordult, most vagyok 103 kiló, de én egyébként most szerintem jövő hétre már 110 leszek. Tehát én 110 és 120 kiló között vagyok, tehát nem vagyok sokkal izmosabb, mint az átlag, de sokkal nagyobb vagyok, mint az átlag. Tehát magas vagyok, nagy teret foglalok el. Nem képtelen lennék, biztos vagyok benne, hogy képtelen lennék azt kezelni, hogy mondjuk én 80 kiló legyek. De ez nem azért van, mert a 80 kiló az annyira kevés, hanem az én magasságomhoz képest az borzalmasan vékony lenne. Nagyon rosszul érezném úgy magam, de ez nem azt jelenti, hogy érdekel a kinézetem, ergo nem érdekel a kinézetem, de azért mégis van benne valami, hogy az ember mégiscsak szereti magát erősnek és férfinek érezni. Érted? Tehát inkább az érzetről, mint a kinézetről beszélek. Tehát, hogyha választhatnék, hogy marha gyenge leszek, de izmos, vagy marha erős leszek, de nem leszek izmos, én inkább szeretnék erős lenni. Tehát én inkább férfinek akarom magam érezni, és erősnek, mint szépnek. Leszarom, hogy nézek ki. De azért valamilyen keretek között van ez is mégis. Tehát azért nem szó szerint kell érteni, hogy nem érdekel. Tehát, hogyha csettintésre 70 kiló lennék holnaptól, akkor biztos, hogy brutális depresszióba esnék. De ez nem jelenti azt, hogy érdekel feltétlenül, hogy nézek ki. Tehát azért itt egy végletről beszélünk. Tehát az, hogy most 100 vagy 110 kiló, a kutyát nem érdekli. Mert nekem ez a különbség a között, hogy naturál vagy nem naturál. 100 vagy 110 kiló. Tök mindegy. De azért az nem mindegy, hogy 70 vagy 110. Az már nem mindegy. Azt már nem tudnám kezelni. Tehát mi itt azért erről beszélünk. Én inkább érzésről beszélek, mint sem fizikális megjelenéstől. De ugye erre mindig azt szoktam, tudod, visszavágni, hogy én nem ítélem el abszolút a szteroid használatot, vagy inkább úgy mondanám, hogy teljesítményfokozó használatot, mert a teljesítményfokozó az egy sokkal szélesebb skála, mint a szteroid. És nagyon sokan teljesítményfokozókat használnak, és nem pedig szteroidot, nem ugyanaz. De én ezt egyáltalán nem ítélem el, nekem ezzel semmi bajom nincs, mert én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek egyéni döntése. Én nem dohányzok, soha nem is dohányoztam, és utálom, aki dohányzik. Ez van, de nem ítélem meg azt, aki dohányzik. Érted? Mindenkinek maga döntés, hogy mit csinálsz, kit érdekel. Azt csinálsz, amit akarsz, mert nincs másra hatással. Nem értek azzal egyet, amikor youtuberek, vagy ahogy ugye beszéltük, influencerek
szteroid használatról beszélnek az interneten. Ezzel nem értek egyet. Ugyanakkor a téma szőnyeg alá seprése az még nagyobb hiba, mert az emberek azt hiszik, hogy ők naturál sportolókat látnak a tévében, és aki megbukik, az csal. Soha nem láttál még naturál sportolót a tévében. Te, aki ezt a műsort nézed, egyetlen focista sem naturál, akit te láttál eddig a képernyőn, egyetlen röplabdás lány sem naturál, egyetlen úszó sem naturál, egyetlen súlyemelő sem naturál, senki nem naturál, akit láttál a képernyőn, és ezt el kell fogadni, és ezzel semmi baj nincsen. Az emberek nem értik meg azt, hogy ha naturál sport létezne, akkor nem létezne sport. Mert a sport teljesítmény a 40-es évek óta exponenciálisan javul minden évben. Minden sportban, minden évben. És az emberek nem gondolnak bele, hogy ez miért van. Segítek, az emberi fizikum nem változott meg 70 év alatt, az emberi genetika nem változott meg 70 év alatt, az emberi izomzat nem változott meg 70 év alatt, egyetlen dolog változott 70 év alatt, a szteroid technológia. Semmi más. Azért jobbak a sportolók ma, mint 20 éve, mert más gyógyszerek érhetőek el. Nem edzenek keményebben, nem edzenek többet, nem edzenek jobban, legalábbis ennyivel nem. Egyetlen dolog, ami a sport teljesítmények exponenciális javulását tudja mutatni, az az a sporttechnológia, ami egyébként farmakológiát jelent, a sportgyógyászat az, ami változik. Ha ezt kivennénk a képből, akkor visszamehetnénk az 1936-os olimpiára, és nézhetnénk azt, hogy 20 másodperc alatt futják le emberek a százat, hát azt én is meg tudom csinálni. Úgyhogy a kutyát nem érdekelne. Ha visszamennénk az autóversenyzésbe, akkor nézhetnénk, hogy Skoda Oktáviákkal köröznek az emberek, de ez a kutyát nem érdekelne. Ugyanez a súlyemelés, vagy a fekvenyomás, ha a világcsúcs fekvenyomásban 200 kiló lenne, a kutyát nem érdekelne, mert azt én is majdnem ki tudom nyomni. De helyett 400 kiló, meg 500 kiló a felhúzás rekord, vajon miért? Csak azért, hogy ne vegyük el a kedvét a naturál sportolóknak, meg a hobbi sportolóknak, itt most mi a csúcs teljesítményről beszélünk. Na persze. Tehát itt a médiáról beszélünk. Igen, itt az első ligás fociról, az első ligás úszásról, az IFBB Open kategóriáról, hogyha testépítésről beszélünk. Persze, itt az olimpiáról, a világbajnokságokról, a világjátékokról, tehát erről beszélek. Persze. Van naturális sport, csak azt sosem fogod az olimpián látni. Így van. Tehát ez nem egy olyan teljesítmény, ami egyszerűen föltől elrugaszkodott. Nem egy olyan, egy testépítő, nem egy olyan fizikum, amit nem tudsz mondjuk elképzelni. Ma, amikor mondjuk egy IFBB Open kategóriát nézel, ott azért mész oda, hogy szörnyűködj, hogy úristen, hogy lehetséges, emberileg lehetséges ilyet, hogy? Tehát azért, tudod, még egy mondat gyorsan, mert nem akarom, hogy legyen ilyen komment, mondjuk így is lesz, de nem akarom, hogy a te csatornádon legyen ilyen, mert az enyémen lenne, simán kitörölném. Nehogy ebből az jönjön le, hogy az emberek azt higgyék, hogy én arról beszélek, hogy az egész a szteroidokon múlik, mert ez egyáltalán nem így van. A teljesítményt, a beletett munka, a kitartás, meg a genetika határozza meg, de az a teljesítmény az lenne, amit a 30-as években már elértek az emberek. Tehát a mostani teljesítménynek az alapja nem a szteroid, ez nem így van. Minden profi sportoló, minden magas szintű sportoló az átlagnál ezerszer többet dolgozik, az átlagnál ezerszer többet tesz bele, az átlagnál ezerszer több áldozatot hoz, az átlagnál ezerszer jobb genetikával rendelkezik, és sokkal keményebbet és sokkal több akaraterőt tesz bele, mint bárki a világon. De ez elmondható arról, akik a 30-as, 40-es években is versenyeztek, és a teljesítmények azért jobbak, mint 60-70 éve, mert a sporttechnológia a drogok terén vagy a gyógyászatban változott. Tehát nem szabad úgy kezelni ezt a dolgot, hogy ha azt mondjuk, hogy a Mr. Olympián a szteroidok miatt néznek úgy ki. Egyáltalán nem. De ami miatt annyival jobban néznek ki, mint a sportolók 20-30 éve, az már valóban a szteroid. De az a sport része. Hiszen az, hogy mi számít teljesítményfokozónak és mi számít táplálékkiegészítőnek, ezt nem árt tudni, hogy azt a mindenkori jogalkotó dönti el. Nincs ilyen, hogy teljesítményfokozó meg táplálékkiegészítő, az számít teljesítményfokozónak,
amire a jog szövege azt mondja, hogy teljesítményfokozó. Egyetlen tolvonással teljesítményfokozót lehetne csinálni a kreatinból. Egyetlen tolvonással legális táplálékésztőt lehetne csinálni a tesztoszteromból. Mint ahogy ez így volt. Az 50-es években a szteroidok nem voltak illegálisak. Besétáltál a gyógyszertárba, kérted, kaptad, használtad. Nem volt illegális. Nem számított csalásnak. A prohormonok ma már illegálisak. 20 évvel ezelőtt táplálékésztők voltak. A melatonin, ami az egyik legkedveltebb táplálékiegészítő számomra legalábbis, az nem táplálékiegészítő, a melatonin ez egy hormon. De jelenleg a legtöbb országban táplálékiegészítőnek számít. Lengyelországban táplálékiegészítő, Amerikában illegális. Mondjuk nem, csak most mondtam egyet. Tehát az, hogy éppen mi számít illegálisnak és mi nem, azt a jog szabályozza, nem pedig maga a termék dönti el. Bármilyen termék lehet illegális, és bármilyen termék lehet táplálékiegészítő, mint hogy ez így is volt régen. Ma már szteroidnak számító termékek régen táplálékiegészítők voltak. Ami régen szteroid volt, az ma már sokszor táplálékiegészítő, tehát ezt sem szabad úgy felfogni, hogy vannak a teljesítményfokozók, amik károsak, meg vannak a táplálékiegészítők, amik nem károsak. Nem, ez egy full szürke terület, hogy mi éppen hova tartozik, azt mindig az adott ország, adott jogrendszere, adott kormánya dönti el. Tehát nem szabad erre úgy nézni, hogy van, aki csal, mert teljesítményfokozókat használ, meg van, aki táplálékiegészítőket használ. Nem, ez a dolog évről évre változik, és emiatt az, hogy kiszámít naturál sportolónak, az is évről évre változik. Mert 20 évvel ezelőtt naturálként használhattál növekedési hormont, inzulint és prohormont. De nem is kell messzire menni, nem is kell messzire menni, egyébként maga a koffein is, nem tudom, hogy most milyen mennyiségben, hogy tiltólistán van-e, vagy nem, nincs, de tudom, hogy volt. Így van, ugyanúgy az amfetamin származékok, a fájdalomcsillapítók, a marihuána mind-mind tiltólistás. Ettől még nem lesz steroid. Mint ahogy nem is volt mindig tiltólistás. 20 évvel ezelőtt ezek egyike sem volt tiltólistás. Tehát nem szabad így gondolkodni, hogy a táplálékésztő az biztonságos és legális, nem csalás, a teljesítményfokozó az káros és csalás. Mert az, hogy te mit gondolsz teljesítményfokozónak, az neked a kormányod fogja eldönteni abban az országban, ahol éppen élsz. És az évről évre változik. Tehát még az is, hogy kiszámít naturál testépítőnek is évről évre változik. Mert ahogy mondtam, inzulin, növi, prohormonok mind-mind legális volt 20 évvel ezelőtt Amerikában, tehát naturál testépítők folyamatosan a verseny napjáig használhattak növekedési hormont és inzulin, és nem csaltak, hiszen a szabályzatot követték, naturál testépítők voltak. Jogszabály szerint a szabály szövegének a betartása mellett ők naturál testépítők voltak. Akkor. Ma már nem számítanának annak. Hogyha az ember versenyezni akar, ugye a versenysport az megint másra, mint a hobbisport, ott az ember a maximumot kihozza magából, és ahogy mondtad te is, a versenysportnál ott alárendelsz minden mást, ott az eredmény számít. És hogyha ebbe bele megy így az ember és versenyző, akkor ennek megvan az a hátránya, hogy nagyon hamar az ember lenullázza a szervezetét, hogyha folyamatosan a padlógázt nyomja. És így most őszintén így visszagondolok az egészbe, én egyébként csak azért akartam versenyezni, hogy úgymond a nevemet kitegyen mások elé, tudjak emberekkel dolgozni, és elinduljak ebben az egészben. És így visszagondolva arra, amikor így az első, nem mondom meg, hogy melyik ismert testépítőhöz fordultam segítségként, mert azt hittem, mert amit láttam, például én a Men's Physique-be akartam versenyezni azóta már így a mentalitásom is változott, és a testépítés vonalát követem inkább, mert a testépítés, tehát a test egész részét kell edzeni, tehát gondolok itt a lábra is, stb., meg ez az ad egy teljes képet. Függetlenül attól, hogy nincsen nagy izomtömegem, de ez az a mentalitás, ami nekem tetszik. Ebbe látom a munkát, de a Men's Physique-re gondoltam azért, mert hogy ahhoz nem kell akkora izomtömeg, és illetve láttam, hogy ennek a felkészítőnek, ennek a versenyzőnek voltak olyan kliensei, akikről én azt hittem, hogy naturálok. És akkor mondtam, hogy hát igen, hát hogy van ez a versenyző, az a versenyző, naturálok, és akkor így rám nézett, hogy hát ők sem naturálok. És mondta, hogy így, hát csak ezen a héten, mit tudom én, 8 kúrát írtam össze, 8 új kúrát írtam össze, és ez egy kedd délután volt. És akkor így fogtam a fejemet, hogy innen, ez tényleg, ezt kéne tennem ahhoz, hogy én
hogy én dolgozhassak mondjuk személyedzőként, vagy hogy azt válasszam, ami vagy, ezt kell tennem, és akkor végül is úgy döntöttem, hogy nem, és úgy vagyok vele, hogy ez volt az életem egyik legjobb döntése, több szempontból is. Az első szempont az az, hogy én úgy gondolom, hogy ezáltal, mert én egy olyan ember vagyok, aki nem foglalkozik sok dologgal, de hogyha valamire ráfókuszálok, azt szeretem jól csinálni, igyekszem jól csinálni. Legjobb tudásom szerint. És tudom azt, hogy ezzel is így lett volna. És tudom azt, hogy túl sokáig nyomtam volna a padlógázt. És a másik dolog, amiért így utólag azt gondolom, hogy ez jó döntés volt, hogy ezt nem, hogy megmaradtam naturálnak, az az, hogy én rájöttem, hogy nekem a klasszikus személyedzés nem tetszik. Tehát én nem szeretem. Én azt a részét szeretem a klasszikus személyedzésnek, amikor van mondjuk egy új kliensem, és együtt végig tudunk menni a gyakorlatokon, úgymond ilyen szemináriumszerűség, vagy konzultációszerűség, amikor van javítani való, de amikor már a klienset tudja az alapot, akkor minek vagy ott, számolod az ismétléseket? Vagy mit? Ahhoz én nem kellek. Meg hogyha belegondolok, akkor az embernek az ideje a legfontosabb tőkéje. Tehát most oké, hogy meg vagy fizetve abban az időben, de nem éreznéd magad jobban, hogyha sokkal produktívabban töltenéd azt az időt. Lehetséges, hogy azért az időért nem kapsz fizetséget, amit csinálsz, de valami olyasmit csinálsz abban az időben, ami téged boldogsággal tölt el, vagy a családoddal vagy a barátaiddal, vagy hódolsz a kedvenc hobbidnak, tehát produktívabban tudod eltölteni ezt az egészet. Tehát én is azt hittem, hogy személyedző akarok lenni, aztán rájöttem, hogy én nem akarok klasszikus személyedző lenni. Én ugyanez van, én nekem kettő, tehát kettő személyedzettem van, de az online klientúra az mindig 50 pluszos. De furcsa, mert én meg a személyedzést preferálnám egyébként, ha lehetne azt is olyan időhatékonyan végezni. Nekem ez már egy ilyen bejáratott szóvic gyakorlatilag, mindig, amikor ugye jönnek hozzám személyedzést, és megyünk végig a gyakorlatokon, akkor mindig szoktam mondani, hogy ahogy azt már kérdezni szoktad, és akkor elkezdem magyarázni a biomechanikát, mert senki nem kérdezi. De én meg úgy vagyok vele, hogy azért is el fogom mondani, mert ha már ide jársz hozzám személyedzésre, ha már benne vagy abba a kettő emberbe, akit tudok vállalni, és van, aki utazik 4 órát, van egy hölgy, aki Londonból minden héten lejár hozzám személyedzésre, aki nem tudja a távolságot, az megsúgom, az egy 5 órás út oda-vissza. És ezt ő megcsinálja csak azért, hogy személyedzésre lejöjjön, akkor már mindenképpen többet fogok neki nyújtani, mint amit egy sima személyedzés adna. Mert ahogy mondtad, a sima személyedzés az valóban annyi, tanulj meg szépen edzeni, felrakom neked a súlyt, meg leszedem neked a súlyt. Na ezért ne utazzál 5 órát. Ha már utazol 5 órát hozzám, vagy eljössz egy edzőtáborba, mert olyan is voltak, akik eljöttek Bristolból, az is ugyanennyi, akkor már többet fogsz kapni, mint egy személyedzés, de akkor megtanítalak edzeni abban a pár órában, akkor is, ha nem akarod. Tehát én így állok hozzá, de valóban az online coaching az, ahol időhatékonyabb tudsz lenni, ugyanúgy tudnak videót küldeni, ugyanúgy le tudom ellenőrizni a formát, és hogyha te azért nagyon bénának kell lenni, hogy még egy hónap után se tudj megcsinálni normálisan egy lábtolást, most azért lássuk be, és utána már rakjál rá több súlyt. És persze, havonta egyszer küldj egy videót, hogy ugyanúgy csinálod-e, mint egy hónappal ezelőtt, és ha igen, nem kell ott lennem. Nem kell ott lennem, egyáltalán. De ahogy mondtad, még arra reflektálni, ez a külső, ez nagyon érdekes, mert most ezt megcsináltam, ugye ezt a diétát, minden évben megcsinálom, csak most megcsináltam úgymond a YouTube kamerák előtt, és abszolút nem tudtam én ebben semmi energiát vagy időt beletenni, tehát mondhatnám azt, hogy körülbelül 30%-os kapacitáson csináltam végig ezt a dolgot, megcsináltam egy pár fotózást, és lett belőle egy, nem tudom, 80%-os versenyforma. Mondjuk úgy, hogy körülbelül még 8 hét alatt be tudnék készülni, vagy 6. De nem csinálom meg, pontosan azért, amit mondtad, mert én magam is félnék attól, hogy mi lenne az eredmény, ha bele tudnék tenni 100%-ot. Tehát, hogyha azt mondom, hogy figyelj, van pénzem akármennyi szteroidra. Megkérdezem, mondjuk csinálok egy konzultációt a Broderick Chavez-zel, és azt fogom mondani, hogy figyelj, Broderick, írjál nekem egy kúrát, mindegy, mit írsz le, használni fogom. Tudom, hogy amit leírna, meg tudnám venni, és tudom, hogy annak mi lenne az eredménye. Mert én azért már elég régóta csinálom ezt, hogy tudom, hogy nekem mi a genetikai potenciálom.
Tehát ez, amit most az emberek látnak, ez a 20-30%. És hogyha én ezt kimaxolnám, mert mondjuk lenne időm edzeni, lenne időm pihenni, és lenne bátorságom használni szteroidokat olyan mértékben, ahogy kellene, ha elképzelem azt, hogy ennél csak 50%-kal jobban néznék ki, most azt tudtam neked mondani mindenféle lelkiismeret furdalás nélkül, hogy nem érdekel, hogy hogy nézek ki. De ha ennél 70%-kal jobban néznék ki, lehet, hogy mást válaszolnék. Akkor már lehet azt mondanám, hogy ha abból veszítek valamennyit, az már megviselne nagyon. Mert az már annyira jó. Ezt csak ahhoz tudnám hasonlítani, hogyha van egy Skoda Octaviád, és nincs pénzed fenntartani, és helyette venned kell egy Suzukit, az nem egy nagy visszalépés, lássuk be. De ha van egy Ferrarid, és nincs pénzed fenntartani, és vissza kell lépned a Skoda Octaviára, na az már nagyon szarul fog érinteni. És én ettől félek. Ebből a fizikumból veszítek, nem veszítek sokat, mert ugyanígy nézek ki majdnem naturába is. De ha ennél 70%-kal jobb lenne a fizikumom, akkor már biztos, hogy mentális problémáim lennének, ha azt kéne elveszítenem. Tehát én is félek beletenni többet, még ha tudnék is. A másikok pedig, amit mondtál, nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, és az egész YouTube oldalamat, meg a coachingot mondhatni, hogy erre a mentalitásra építem fel. Ne azt nézd, hogy hogy nézek ki, hanem amit mondok. És ugyanezért én sem vállalok egyébként csak naturál klienseket, annak ellenére, hogy én nem vagyok az, mert nem akarom azt a hamis illúziót kelteni, hogy a nem naturál kliensek alapján mérjék le a szakmai tudásomat. Mert sajnos ezt az ütőkártyát játssza ki minden profi coach, és ezt most nem ellenük szól, nincs ezzel semmi probléma. A profi coachok versenyzőkkel foglalkoznak, de sajnos a versenyzők a genetikai elit. És a genetikai eliten nem lehet lemérni a coach tudását. Tudom, hogy ezzel sokan nem értenek együtt, de sajnos igazam van. Elmondom miért. Legjobb példa Ronnie Coleman. Nem tudok mást felhozni, a világ legjobb testépítőjét kell felhoznom példának. Nézzétek meg, hogy hogyan edzett a Ronnie Coleman. Most komolyan, szerintetek az egy jó edzés? Hát ha ez egy jó edzés lenne, akkor mindenki, aki úgy edz, az jó eredményeket érne el. Ennek ellenére, ha te megpróbálsz úgy edzeni, mint a Ronnie Coleman, a két hét múlva kórházba kerülsz. Ez nyilván nem jó. Ha megpróbálsz úgy enni, mint a Ronnie Coleman, hogy a diétába rányomsz egy fél üveg barbecue-t a csirkemerre, az kurva élet, hogy nem leszel versenyformában soha. Tehát ergo talán a módszer sem a legjobb volt. Mégis a világ legjobb testépítőjét eredményezte ez a módszer. Miért? Mert a világ legjobb genetikájú sportolójáról volt szó, a világ leghardkorabb hozzáállásával és mentalitásával. És ez igaz valamilyen skálán minden versenyzőre. Tehát az a versenykészítő edző, aki csak a legjobb versenyzőkkel foglalkozik, az nem foghat mellé. Erre hallottam egy nagyon jó mondást egyszer egy profi testépítőről, hogy Phil Heath-et az anyám is fel tudná készíteni. És bármennyire is inzultusként hathat ez nagyon sok embernek, ez akkor is így van. Ez akkor is így van. Mert a világ legjobb genetikájú sportolóiról van szó. Ott sokkal nagyobb hiba lehetőség van. Most gondolhatnád, hogy na de hát csúcsversenyzősről van szó, akkor inkább sokkal kisebb hiba lehetőség van, nem? Nem. Pont fordítva. De hogyha te egy naturál, átlagemberből, akinek a sport csak jelen van az életében, de nem fókuszban van, ha te belőle ki tudod hozni a maximumot, és lehet, hogy ez a maximum úgy sehogy nem fog kinézni, de neki az a maximum, akkor bármennyire is furcsa, de jobban értesz hozzá, mint az az edző, aki profit csinál a klienséből. Mert ő azért tudott profit csinálni a klienséből, mert megvan a genetikája ahhoz, hogy profi legyen belőle. De egy átlagemberből kihozni a maxot, az sokkal nehezebb, mert ott figyelni kell a mentalitásra, a mentális egészségre, a hozzáállásra, a motivációra. Gondolj már bele egy versenyzőnél, egy versenyzőt nem kell motiválni. Egy versenyző maximális motivációval rendelkezik. Egy versenyzőnek nem kell foglalkozni a kis lelki állapotával, nem kell foglalkozni azzal, hogy gyerekek vannak, hogy munka, hogy stressz, hogy nyaralás, hogy hogyan kéne emellé valahogy belerakni a diétát. Egy versenyző nem csinál ilyet. Egy versenyző nem megy nyaralni verseny előtt, egy versenyző leszarja ezeket a körülményeket, mert szuperfókuszált, és mellé még megvan a szteroid, meg a genetika, de az mindegy. Tehát
Nem akarom ezt kisebbíteni. Én nem tudnám azt csinálni, amit a versenykészítő edzők, mert nem értek a szteroidokhoz, nem tudok írni szteroidkúrát, nem is akarok, nem is írnék soha, nem vállalnám ezt a felelősséget, soha nem írnék vízhajtót senkinek, mert félnék, hogy meghal, és nem tudnám azt csinálni, amit ők csinálnak. Tehát nehogy az jöjjön le ebből, hogy kisebbítem a versenykészítő kócsoknak a munkáját. Nem. Az ő munkájuk a legmagasabb szinten van, ami csak létezik. De ahhoz van a klientúra is igazítva. És soha nem szabad az edzőnek a tudását lemérni a klientúrából, ha versenyzőkről van szó. Mert tudjuk azt a profi világban, vagy hát lehet, hogy sokan nem tudják, de majd most már igen, nagyon sok profi coach egyébként fizet a kliensnek, hogy azt mondja, hogy ő a kliense. Ez tényleg így van? Hát persze, nem tudtad? Nem. Ja, nagyon, rengeteg profi coach van. Ekkora marketingesek lennének? Nem akarok már neveket mondani, de a legmagasabb szinten is van olyan, aki fizet a kliensének, hogy azt mondhassa, hogy őt edzi, hiszen ezáltal szerzel klienseket. Gondolj már bele, mekkora biznisz húzás lenne. Tegyük fel, ha mondjuk Henny Rambo-ra azt mondaná Phil Heath-nek, hogy mondd azt, hogy én készítettelek fel a Mr. Olympiákra. És ezért cserébe fizetek neked $100,000. Megéri, hiszen emiatt Henny Rambo mondjuk az egész karrierjét örök életre bebiztosítja. Megéri. Nem azt mondom, hogy pont Henny Rambo csinálta ezt, de mondjuk lehet, hogy igen. Tehát ez is jelen van a profi világban, és ez így működik. Vagy ha nem is fizetek a kliensemnek, de legalább azt mondom, hogy figyelj, segítek ingyen, és cserébe mondd azt, hogy én segítettem. Például tipikusan Milos azt csinálja egyébként, hogy lehet, hogy ingyen edz embereket, de cserébe a versenyző fizeti neki az utazást, a szállást, a kaját, a mindent. És ő utazza az egész világot a versenyzőivel, versenyről a versenyre. Nem biztos, hogy annyira jó edző ő, mint amennyire az lejön a médiából. Persze az, csak én ezzel azt akarom mondani, hogy árnyaljuk egy kicsit, és nem biztos, hogy minden úgy van, mint ahogy azt látjátok a médiában. Mert lehet, hogy látjátok azt, hogy a Henny Rambo felkészíti a Phil Heath-et, tehát ergo Phil Heath Henny Rambo miatt lett Mr. Olympia, de az is lehet, hogy rohadtul nem így van, és az is lehet, hogy Phil Heath ugyanúgy 7-szeres Mr. Olympia lenne, és Henny Rambo azért lett annyira jó coach, mert a Phil Heath hagyta, hogy coachingolja őt, és nem pedig fordítva. És én mindig így állok hozzá, hogy csináld az átlagemberből azt, hogy hozd ki mindenkiből a maxot, annak ellenére, hogy egyáltalán nem érdekli az átlagembert a sport meg a testépítés, ennek ellenére hozd ki belőle a maxot, lehet, hogy sehogy nem fog kinézni az illető, de magához képest kihoztad belőle a maxot, és szerintem akkor lehet, hogy többet tettél, mint edző, mint hogyha csak valakinek adtál volna a verseny előtt egy marék vízhajtót. Mert nagyon sokan ennyi, Chris Assitótól jön, akit egyébként a világ legjobb coachának tartok, tőle jön a mondás, ő nem foglalkozik off-szezonba versenyzőkkel. És tudod miért? Mert azt mondta, hogy tök mindegy, hogy mit csinálsz off-szezonba, ha nem tudod, hogy verseny előtt 24 órával hogyan kell használni a vízhajtókat. És az elgondolkodtatott, hogy akkor most Chris Assitó a legjobb coach a világon, vagy ő ért a legjobban az utolsó 24 órához. Mert nem ugyanaz. És ugye tudod, volt ez az angol profi, aki sajnos 2 évvel ezelőtt ugye öngyilkos lett, meghalt, ugye a Luke Sandow. Igen. Na, ő szomszédom volt. Egy teremből edzettünk, ismertem a Luke-ot, és a Luke az Chris Assitóval dolgozott. És tudom, hogy a Chris Assitó hogyan coachingolta őt, és szinte sehogy. Tehát kapott egy update képet, megmondta, hogy már szerintem egyél egy kicsit többet, szerintem egyél egy kicsit kevesebbet, úgy körülbelül ennyi. És az utolsó 72 óra, amikor beköltözik vele egy szobába, és minden órában nézi a fizikumát, és csúcsidőzít, tehát csúcsformát tud, a tökéletes utolsó 72 órás időzítésnek a mestere a Chris Assitó. Ami nem azt jelenti, hogy ő a legjobb coach, hanem ő a legjobb bekészítő guru, vagy nem is tudom, hogy mondanám. Érted, mit akarok mondani? Igen, tehát, igen, teljes mértékben. Nem biztos, hogy ugyanaz. És ugyanez igaz mondjuk a Chad Nichols. Chad Nicholsról az híresült el, hogy ő tudja a legjobban kombinálni, ugye ő meg a tömegnöveléshez értett a legjobban. Mert ő tudta a legjobban kombinálni a táplálkozást az inzulinnal, meg a növekedési hormonnal. Tehát
nagyon-nagyon jó coach volt, de a kérdésem az, hogy az átlagemberből is ki tudta volna hozni a maximumot drogok nélkül. Lehet, hogy az már nem. Lehet, hogy a kajához már nem ért annyira. Az, hogy a 140 kilós profiból hogy kell 150 kilós profit csinálni, ahhoz lehet, hogy a Chad Nichols a legjobb a világon, ez szerintem egyértelmű. De hogy ha arról van szó, hogy 100 átlagemberből hozza ki a maximumot, nem biztos. Tehát én a coachingot is ketté választanám, mint ahogy egyébként külföldön ketté is választják, hogy ugye van a Gen Pop, ugye a General Population, tehát az átlagember, a rekreációs sportoló, meg van a versenyző. És itt két különböző hozzáállásról és két különböző szakmáról van szó. Én úgy gondolom, hogy van az, aki kimaxolja a tudását a táplálkozással és az edzéssel kapcsolatban, ez a Gen Pop, és van, aki kimaxolja a tudását a teljesítményfokozókkal, a táplálkozással és az edzéssel, és ezek kombinációjával, és az pedig a versenykészítő guru. És nem gondolom, hogy egyik jobb vagy feljebb áll, mint a másik feltétlenül, hanem én ezt úgy nézem, hogy két külön szakma. És amíg nekem nincs hivatalos végzettségem arról, hogy szteroid kúrát írhassak valakinek, addig biztos, hogy soha nem fogok szteroid kúrát írni senkinek. Ergo nem vagyok hajlandó együtt dolgozni csak is olyannal, aki nem naturál. Persze jöhetsz hozzám, és nem vagy naturál, van nagyon sok kliensem, aki nem naturál, csak arról a részről nem akarok tudni. Tehát nem érdekel. Tudom, hogy nem vagy naturál, ergo tudom, hogy esetleg más volument, más intenzitást tudsz kezelni, tehát az edzésedben lesz változás, de hogy konkrétan mit használsz, meg mennyit, az már nem érdekel. Nem is akarok róla tudni, nem érdekel. Mert nem értek hozzá. Én ezt így látom, két külön szakma. Abszolút egyetlenek vele érteni. Két külön szakma az az autószerelő, aki a te autódat szereli, meg külön szakma az, aki a Forma 1-es autókat szereli. Aki igen. A Forma 1-es autót szereli, az nem tudja megcsinálni az én BMW-met, de aki az én BMW-ben cseléri az olajat, az nem fogja tudni megszerelni a Forma 1-es autót. Két külön szakma, pedig autószerelő mind a kettő. Nagyon jó gondolatok, és egyet tudok vele érteni. Sanyi, köszönöm szépen, én úgy gondolom, hogy ez rendkívül masszívra sikeredett, ez az anyag. Ezt, Én egyébként, hogyha ezt így elfogadod, akkor a jövőben is szeretnék még egy ilyen podcastot, legalább egyet csinálni veled, vagy többet is, mert szerintem... Tessék? A bírod? Én bírom. Bekészülünk, akár ha úgy van, akkor mivel? Zsírégetővel? Egy hideg élelemmel. Így van. De én úgy gondolom, hogy még sok érdekes témáról tudnánk beszélni, illetve érdekelne a véleményed. Tehát egyrészt nekem ez azért volt érdekes, mert így egyrészt át tudtunk beszélni bizonyos témaköröket, amik szerintem a követőket is érdeklik, mert igyekeztem olyan kérdéskörökből válogatni, amiket gyakran kapok én is kérdésként, valamint engem személyesen érdekelt a véleményed ezekről a témákról, és úgy gondolom, hogy sok dologban sikerült nekem is gazdagabbnak lennem. Úgyhogy legalább annyira, amennyire a hallgatók vagy nézők élvezték ezt a beszélgetést, én is legalább annyira, ha nem még jobban élveztem, és ezért is szeretnék majd a jövőben megbeszélni veled még egy hasonló beszélgetést legalább. Sportársak, köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm Sanyinak, hogy itt volt velünk, aztán meglátjuk, hogy a jövőben lesz-e még ilyen beszélgetés, én gyanítom, hogy igen. Az időbélyegeket megtaláljátok a videó alatt, úgyhogy az egyes témakörökre tudtok ugrani, és ne felejtjétek el, hogy Sanyit megtaláljátok szintén a leírásban az ő YouTube csatornáját, illetve az Instagram csatornáját, úgyhogy ha van kérdésetek, problémátok, vagy szeretnétek coaching miatt hozzáfordulni, akkor ott eléritek. Korrekt, köszönöm.